Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hoppá, hoppá, gyerekek, 6 óra múlt 15 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk az eső ellenére, ami nem akar múlni, és hát nem akar. Nem akar csendesedni, ez az igazság. De hát előbb-utóbb csak eláll. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hát hello, igen, most már kezd tényleg nyomasztóvá válni a dolog. Igen. Reggelenként kijössz, picit reménykedsz, felkelsz. Hú, hallgassuk csak. Ah, nem, szerintem most nem esik. Á, most nem fúj a szél. Á, most nincsen ideg. De hogy a 3-1-ben. Jó, igen. De az eső a legdurvább, mert olyan szinten esik, és annyi, hogy évek óta, nem tudom, hónapok óta nem láttam ennyi esőt. Ma is, tegnap előtt is, tehát ez elképesztő. Elképesztő. Trattyak, ősz van. Igen, de aha, hogy ennyi nem szokott. Na, hát most mi van? Hát de jó, azt kávét csináltam magamnak. Látod, hogy van rosszabb az esőnél? Van. Tessék, ha magamnak csinálom a kávét, gyerekek. Tetész csak, tetész. Tegyél még rá. Nem tudom, egy jó kávét csinálni magamnak. Na, egy jó kis pitbull után, egy jó kis pitbull. Igen. Pitbull. Egyébként ezt szeretem, ez a Chris Brown pitbull, ez egy jó, ilyen tempós dal. Jó kitalálta magának ez a pitbull srác. Ezt megcsinálta ez a pitbull gyerek. Mindig összeáll világsztárokkal, onnantól kezdve gyakorlatilag a fél világ, aki a világnak az egyik fele rá lett volna kíváncsi, a világnak a másik fele a másik csávóra. Következésképpen az ő dalukra, a közös dalukra az egész világ kíváncsi. Tehát, hogy így okos, jó, okos. Nem egy buta csávó ez a pitbull. Pitbull nem buta csávó, igen. Na, gyorsan egy fontos közlekedési hír, már hívott ami programigazatunk, gyerekek, telefonon. Mondom, most mész haza, vagy most kártyát? Uh-huh. Vagy mit akarsz egyáltalán? Félretárcsáztál, de nem. Segíteni akart, jó fej volt, mert elmondta, hogy mi van az Alkotás úton, és elég nagy Zóresz van arra felé. És ez még csak nagyobb lesz, mert hogy valami brutális tűz van a Testnevelési Egyetem atlétikai csarnokát illetően. Általában 5 előtt kigyulladt, és a rendőrök, tűzoltók, mindenki kint van, már Bakscsomópont, Márvány utca, Alkotás út, Győri út, Márvány utca, Csörsz utca, teljes szélességében lezárták. Teljes szélességében, tehát hogy ez mutatja, hogy akkor mekkora lehet ott a probléma. Igen, lehet, hogy tudunk találni egyébként kamerát, ami mutatja, mert ott tele be van minden kamerázva, tehát lehet, hogy érdemes lenne megnézni, hogy látjuk-e élőben. De aki tud, kerüljön, mert nagyon nagy a káosz. Nagyon nagy a káosz, nagyon nagy tűz van állítólag. Nagyon nagy tűz van, mert többen is írjátok, meg mondom, engem is hívtak. Úgyhogy Bakcsomópont, Testnevelési Egyetem, Alkotás út, mindenki felejtse el. Ez hét után lesz igazán szép majd, amikor úgy felébred Budapest, igen, és elindul arra felé. És de... aranyosra kerüljétek ki, nincs merre, csak mondom. Tehát, hogy ugye egész Buda egyébként is áll, ez a befelé jövő, hát ahogy eljössz az Erzsébet hídra fölkanyarodó sáv alatt jönnél át a Margit híd felé, vége. Az Erzsébet hídra tudsz jönni. Hát kell menni az Erzsébet hídra, vagy lemenni valahogy az alsó rakpartra. Vagy rakpart, igen. Hát mi mondjuk, aztán majd mindenki megoldja, úgyhogy próbálunk majd utána járni, még adunk egy kis időt, mert van már telefonszámunk, tudjuk hívni majd a katasztrófa védelem szóvivőjét, nem biztos, hogy fölveszi akkor a káosz, de nem sokára utána járunk, hogy mi a helyzet, csak most ért ki a helyszíre, megnézi, megkérdezi, utána jár, és akkor fölhívjuk gyorsan, hogy mondjon nekünk valamit. Hát az útlezárásokból is látszik, hogy elképesztően nagy baj lehet ott most. Úgyhogy, de tényleg, ahogy Balázs is mondta, Kisdi Márk, Máté Márk főadnagy, amit már beszéltünk, ő kifelé tart éppen a helyszínre, és ahogy van friss információnk tőle, akkor azonnal adjuk be élőadásba, és akkor megtudjátok, hogy egészen pontosan mi történik, meg hogy mire lehet számítani, ugye napközben. Meg reggel. Mondunk mindent, igen. Jaj. Nem mondom, vigyázok, nem mondom. Már csak azt mondtam, hogy jaj. Fizetned. Egyébként az van, hogy most már csak mi fizetünk észre. Vetted, hát, Jani? Igen. Hogy nagyon szépen, hát mert hogy... Gavallero. Nekem se tudom már, mi volt a másik. Igen, csak te nagyon szépen átálltál más szófordulatokra. Sajnálom. Igen. Kimenekültél belőle. A szerződésben jaj, ez van, lehet ez kérvényezni a szerződésmódosítást. Ó, ezt a múlt héten hallottam az OTP-nél. Átírni a próbetűs részhez. Rákóczi úr a szerződésében ez van, aláírta, fizessen. Ja, tudja, igen. Határozott időre szól a szerződésem, december 31-ig. Január 1-én meg tudjuk újítani ezt a szerződést, és bele tudunk venni újabb kis csatolmányokat, hogy mi szeretnénk, milyen tiltott szavak kerültek föl a listára, esetleg miért dobjak. Én a másikra nem is emlékszem, hogy miért kellene dobnom. Tehát a jaj, gyerekek, és mi a másik? Náladok mind a kettőre emlékszem, de... Valami volt. Már nem tudom, hogy mire kell. Megnézzük. Mire kell dobnom. Mi volt a második? Hogy jött ki belőle, de hogy jött ki? Nem tudom. Nem tudom, de már ezt nem, azt nem mondom. Lenne másért, amiért dobhatnék.
Olyan jó kis előadásom voltam tegnap, olyan helyesek voltak a diákok, képzétek el. Mostában elég sok helyre hívnak. Hát ne, egyszer nem tudom, mint előadó, azt hiszem, mint hallgató. Nem, mint előadó voltam. Hát előadó igazából ez előadás is lehetne. Én általában úgy hogy azt mondom, hogy legyen egy moderátor, aki kérdez, és akkor nagyon szívesen válaszolok egy csomó mindenre. Ez másfél órás beszélgetés, utána hallgatói kérdések. Ez az ELTE-n volt, ott a múzeum körútnál. És hát nagyon jól sikerült. Dicsérd meg magad. Nagyon jó voltál. Nem tudom, ki volt az előadó, de nagyon jó volt. Papírtollat vegyen elő mindenki. Diktálok. 1977 a dátum, ezt kell megjegyezni, fölírni, ha kérdezik, visszamondom. Igen. Van egy irányvonal, vagy a moderátor dönt? Van egy irányvonal, de egyébként a moderátor dönt. Én nem a moderátor. Amit kérdés, te nem veszel figyelembe. Amit nem veszek figyelembe, természetesen. Készültem, akkor itt van. Szerintem arról beszélek, amiről szeretnék, de a leginkább a hallgatói kérdéseket szeretem. Nem, lesz például a jövő héten, vagy két hét múlva egy olyan, ahol egy kerekasztal beszélgetés lesz. És ott hárman leszünk, ott van egy moderátor, és akkor az egy meghatározott témáról szól. De az kit, ilyen... kit mertek meg még mellé? A Bocskor lesz, meg a Buda Marcia Petőfi Rádióban. Na, az jó. Az jó leosztás. Nyugi, intézek mindig. Ja, köszönjük. Rendezem a soromat. Jelezd majd nekik, hogy... Nyugi, rendezem az erőviszonyokat. Persze. Az egyikük már egy kisebb rádióban dolgozik, mint amink, a másik pedig szerkesztőd volt annak idején, tehát hogy... Ez a Marci. Igen, hát persze, hát ő dolgozott velünk együtt. Hol dolgozott? Bizony, az izében, annak idején még az RTL-ben. Még a Szépben vagy valahol, tényleg? Az. Komolyan? Ja. Én is főnöke volt. Azért volt. Azért volt nekem, hogy mindig is annyira ismerős. Így van. Jó, megjegyezted. Na mindegy, szóval nagyon, mindenkire nagyon... nem emlékezhetsz. Nagyon jó volt. Engem helyesek voltak, megtelt az előadó terem, gyerekek. Csinos jányok. Teltházak előtt játszott a zenekar. Első két sorban I love you felirat személyre felírva. Hát mondanom sem kell, 18-20-22 éves egyetemista lányok. Meglettél volna tegnap mi, ha nem szólít haza a kötelesség? Igen, ha ez egy barátsággyűrű a kezemben, akkor tudtam volna maradni. De miért nem hitetted el ezt magaddal, illetve velük? Nem velük nem kellett volna. Csak egy barátsággyűrű. Úgyhogy jó, mert sok mindenről, tévézésről, szakmáról, fiatalokról, jövőképről, az ország helyzetéről, amiről kérdeznek. Hát én elég nyilcsisakosan tolom ezt a dolgot, tehát hogy nem nagyon beszélek mellé, úgyhogy jó, tényleg jól éreztem, ma nagyon aranyosak voltak, kedvesek voltak. Igyekeztél sok embernek elvenni a kedvét a médiától? Igen, azt hiszem, igen. Ezt mindig elmondom. Milyen szakra jártok? Mert egy kommunikációnak semmi értelme. Tegye fel a kezét, akkor a kommunikációra. Mindenki. Na, ennek semmi értelme. Ott kicsit megfagyott a levegő. Most hagyjátok abba, és találjátok valami értelmeset magatoknak. Ne ezt akarjátok csinálni. Nem, hát elmondtam egy csomó mindent erről, igen. Még lehetett volna szakpázni egy kicsit jobban, de hát függ attól persze, hogy mit kérdeznek a hallgatók, meg mire kíváncsiak, meg hogy vezeti a beszélgetést a moderátor. Nagyon jó volt. Feltöltődve mentem haza. Az nagyon jó. Minél több embernek elveszed a kedvét a médiázásra, annál tovább tudod képernyőn maradni. Annál nyugdíj alapunk, ezt ne felejtsd el. Így van. Úgyhogy tényleg jól sikerült. Most két hét múlva Szegedre megyek. Mi hívnak, gyerekek? De jó. Hát most szegedi előadásom is lesz. Most mondjátok meg, hát szétszednek. Mit csinálják? Őrület. Ja, úristen, de tényleg. Úti költséget fizetik legalább. Én ezt meg se kérdeztem. Most azért olyan hirtelen mondtam igent, hogy még szerintem a kislány is meglepődött, aki felhívott. Hogy már is? Jaj, egy tavaszi Szegedet lemondtam, most hívott, és azonnal mondtam, hogy rendben van, küldj át az időpontot. De ne beszéljük meg, hogy akkor küldet az időpontot 5 perc előtte, ott fog állni az előadott teremnél. De biztos, mondom, küld, ott lesz. Úgyhogy megyek Szegedre, és lejöttek velem, akartak. Eszünk egy halászlevet, meglátogattok ott valami rokon. Viccelsz. Visszafele felszedlek benneteket, és jövünk haza. Hú, de jól hangzik. Ja, hogy nem egy az előadásodra nem mehetünk be? Hát, ha voltatok már 100 ilyen. Hát azt addig rokonlátogatás, halászlévés, bárki. Jó, Szegeden? Figyelj, nekem az egy hétfőtől péntekig attól 10-ig elég az előadásokból tőle. Tehát, hogy én azért most így... Itt más Balázs van. Itt sokkal kedvesebb, szeretetőbb. Ne hülyés, egy olyan nem lehet. Jó feje Balázs. Még ennél is jó feje Balázs van az előadótermekben. Úgyhogy nem, tényleg jó volt. Na, mi újság egyébként? Minden oké, mindenkivel jól indult nap, jól fejeződött. Most én arra lennék alapvetően kíváncsi, hogy Feri még, hogy is mondjam, csak legálisan vezeti itt én a műsort. Igen, de te. Mert na, hogy ugye tegnap le kellett menni. Na, tudod, mert mi volt az első mondat, hogy beléptem a hivatalba? Tegnap reggel elmeséltem, ugye egy felszólítást kaptam a Békés Csabai járási hivataltól, vagy megyei járási hivataltól. Az első mondat az volt,
hallgattuk. Ajajaj. Mondom, ez vagy jót jelent, vagy rosszat. És te kellett utaznod vidékre? Persze, hát fele jót jelentett, de fele rosszat, akit megjegyeztek, az Vadon János volt természetesen, illetve ő Vadon János volt, bocsánat. Szorgalmaznék egy kiemelést. Igen, a Janina, milyen dolog az, hogy ő a Csicsolinát ebbe belekevert, és mondom, drága. Az jó, hogy én voltam. Igen? Egyébként. Akkor jó. Akkor téged utálnak jobban. Én kérdeztem, hogy mi is a Csicsolinának bármilyen, van-e bármilyen vizsgálja. És mondtam, hogy ne haragudjon, most tényleg ezen akadt föl, hogy a hát hogy ez a mégis a hivatalra nézve. Mondom, egy tök egyszerű felvetés volt, nem ha egy nevet adtunk a gyereknek, de lehetett volna bármelyik egyébként utcán dolgozó hölgy, aki ezt a szakmát ugye képviseli, hogy neki nem kell papír hozzá. És mondta a hölgy, nem. Egyéb jellegű szexuális tevékenység nem kell hozzá végzett. De jó! A betyárját átírom én is akkor a pályát élesztettünk. Mire van kiváltva? Na úgyhogy az én jogosítványom az ide való. Az elfogadták. Megvan a pöcsét. Megvan a pöcsét. Megszáradt rajta. Megszáradt, nagyon rendesek voltak egyébként, viszont neked. Neked. Nem sokára kell. Na nekem, mi kell nekem? Nem sokára. Jön az idézés. Igen? Ja. A városi bíróság. Akkor állandó vendég leszek. A kisbíró kihirdeti majd a téren. Vadon Jánost kéretik. Szóval elintézted akkor. Na, jó, mindent bevittem, amit be kellett. Felhasszoltuk a jószágot a másodikra. Úgyhogy... Sírt, visított? Nincs, nem akart olyan, menni. Nincs olyan hely, ahol egy jó magbalica ne férne föl, tudod. Az de nagyon kedvesek, aranyosak voltak, úgyhogy minden rendben, a formaságokat elintéztük. Na, nagyon jó. Jó van. Jó van. Na, hát akkor hallgassuk meg, hogy mi volt. Tegnap malacangot kerestem, hogy el akartam játszani, hogy hogy mész fel a városházán a lépcsőre. Nincs malacangom, vagy hogy hát tegnap fel a kondát. Igen, nem talán. Szóval, hogy miről is volt szó tegnap, ugye Hugh Hefnerről beszélgettünk, aki kitalálta, hogy nem lesz több mesztelen nő a Playboyban. Nem lesz több mesztelen nő, mert elege van ebből, azt mondta, hogy úgyis ott van már a pornó, és elég ebből. Bocsánat, csak közben látom, hogy mit ad a tények, és hát valami elképesztő tűzön az alkotás úton, most látjuk mi is az élőképet, vagy felvet, hát ez elképesztő. Hihetetlen nagy lábokkal ég. Ez egy több ezer négyzetméteres, ráadásul fa szerkezetes. Ez egész szerintem. Fa szerkezetes épület gyullad be, és sajnos átterjedt a tűz. Jézus, atya úristen. Ez nagyon súlyos. Hát nagyon szerintem súlyos. A komplett TF meg sem is ült, nem? Vagy hát egy része biztos. Hát a tornacsarnok. A tornacsarnok. Illetve az atlétikai csarnok, de ahogy mondtuk egyébként is, sokszor fogjuk hangsúlyozni, tehát akkor azt mondja, hogy Alkotás út, Márvány utca, Bach csomópont, Győri út, Márvány utca, Csörsz utca, teljes szélességben lezárva. Ez nem kis tűz. Azt a mindent. Ez kemény. Sportcsarnok menthetett. Lát az ezen a tűzön látszik, hogy ez igen. Hogy a fenébe gyullad itt ki valami, hajnali, nem? Hajnali 6-kor szakadó esőben. Vagy hajnali 4-kor, mondjuk 4-től. Kicsit ez is azért olyan furácska. Nem, hogy hirtelen egyszer. Na, ez pontán... még korán van. Ja, jó, ne gyártsunk jó. Összes között. Majd 7-kor. Most tényleg, jó? Előbb jöjjön az is. Na, tehát, hogy nem lesz több messze lennő a nyuszis magazinban, mi pedig azt kértük hallgatóinktól, küldjék el, hogy ha már egy utolsó nyuszi számot a kezébe vennének, itt nézzének meg szívesen. Jöttek jó és kevésbé jó megoldások, hogy ki legyen utoljára a nyuszis magazinban, megmutatjuk, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt pontosan, egy perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mondjuk, és még sokszor fogjuk mondani, hogy kigyulladt a testnevelési egyetem atlétikai csarnoka Budapesten, az Alkotás utcában, és hát az épület teljes terjedelmében úgy néz ki, hogy leégett, és a szomszédos épületekre is átterjedt a tűz. Ami fontos, hogy nem jár a villamos, és az Alkotás utca, Márvány utca, Bach csomópont, Győri út, Csörsz utca teljes szélességében le van zárva, úgyhogy egész Buda szerintem ma reggelre elesik, ezt tuti. A villamosok se járnak, úgyhogy mindenki kerüljön, induljon időben, óriási. Óriási lesz a káosz. Nem sokára megszólaltatunk valakit majd a katasztrófa védelemtől. Mátét, hogy mondja el nekünk, hogy mi történhetett. De nagyon nagy már ott a dugó. Úgyhogy mi is látjuk a képeket, hogy szinte az egész környéket bevilágította, akkor a tűz van. Na, Villányi Karolina kereszteződésénél karambol ráadásul, villamos sinen, kocsi áll a kereszteződésben, lesz itt baj. Giorgio még elküldte nekünk, úgyhogy ez egy érdekes reggel lesz megint. Ez egy érdekes reggel lesz, és szegény budaiak.
Az egyébként ma sokan is közlekedhetetlen a budai rész, de most ez a két dolog még végképp betette a napot. Na, lehet jelentkezni játékra, aki érez magában erőt és azt gondolja, hogy legyőzhet bennünket, az írja nekünk SMS-t, hogy vissza tudjuk hívni. Mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Itt vagyunk, trafi van az M7-esen a velencei pihenő kihajtójánál, Balaton felé, mindenki óvatosan. És respekt a TF-et eloltó tűzoltóknak. Dávid 94 küldte nekünk, köszönjük szépen. Úgy néz ki, hogy egyébként szépen lassan eloltják a tüzet, és az is lehet, hogy nem lesz akkor a káosz, és szép lassan majd elindulhat a forgalom, de hét után, ahogy egy picit több időnk lesz, fölhívjuk majd a katasztrófa védelem szóvivőjét 3 mondat erejéig, hogy mondjon nekünk gyorsan valamit, hogy mi égett le, mi történt, és mikor tud elindulni a forgalom. Egyelőre ott még valószínűleg nagy dugó van, tehát Budapest, Alkotás út, Alkotás utca és Baks csomópont, azt egyelőre próbáljátok meg elkerülni, mert hatalmas tűz volt, alakul a dolog, de szerintem még azért időkérdése, amíg ott minden megoldódik. Na, hogy állunk játékkal? 3-0. 3-0, megy jó. Ennél jobban nem is állhatnánk. Hát akkor két jutalomjáték jön. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Adrián! Hello, Adrián! Sziasztok, fiúk! Honnan hívtál minket? Budapestről telefonálok, 10. kerületből, igen. Budapestről. Így van. És mit csinálsz? Hát én projektmenedzser vagyok, egy utazási irodánál dolgozom jelenleg. Projektmenedzser? Igen, külföldi turistáknak szervezünk nagyon király utakat itthon. Tehát külföldre jönnek hozzánk, és akkor... Igen. Ide szervezitek az utakat. Jól van, kivel szeretnél játszani? Hát én veled, Balázs, veled szeretnék. Jó, legyen így. Jó. Nézzük meg, hogy mi nem megyünk egymással. Arrébb lakom a citromomat. Vigyázz vele, mert tegnap este is nagyon jó volt a Balázs az előadáson. Bizonyan. Ma reggel. Vért, meg... Hallottam, igen. Vért. Mondjuk ő mondta, hogy nagyon jó volt, de mi hiszünk neki. Számukra ő egy hiteles személyiség. Felhívnám a beérkezett SMS-ekre a figyelmeteket, hogyha van egy kis időtök, böngészétek. Melyikre? Jött egy-kettő, igazán nem, három. Ott voltam a tegnapi előadáson, nagyon jó volt, jókat nevettem, köszönjük Balázs, a tegnap estét jól éreztük magunkat, hallgattuk volna még egy-kettő, úgyhogy voltam, pünkészitek. Indítatjuk az órát? Igen. Jani? 3, 2, 1, fire. Halló! Halló, itt vagyok, szeretnél kérdezni? Szeretnék. Kérdezz, Balázs. Hogy telik a reggeled? Jól telik? Jól telik, köszönöm szépen. Szoktál álmodni? Szoktam, persze, most leggyakrabban a Walking Dead-del álmodok, ugyanis indítatásodra elkezdtem nézni, és teljesen függővé váltam. Hát az inkább a Jani indítatása, ő szereti ezeket a zombi típusú horror dolgokat, ő beszél erről. De hát, az jó, ha nézed. És tetszik? Tetszik, bár most rémálmaim vannak, úgyhogy kicsit látom a dologgal. Akkor lehet, hogy más típusú sorozatokat kellene nézned. Nézel még valamit? Hát majd váltok. Jelenleg más most... Kevésbé. Így van. Segítsek egy így van, picit. Köszönöm szépen. Jó szívű vagy. Jó, hát vannak köszönöm, hogy nincsenek gyerekeim, bár a párommal élek és tervezzük jövőre, de... Jó, hogy nem tényleg, jó, hogy nem te veszélsz végig helyette. Hát ilyet. Segítettem ott, éreztem, hogy hiányzik egy jó, és kicsit segítettem. Megvan az ajándékcsomag, gratulálom. Köszönöm szépen. Ügyi vagy. Sok témával készültem, de most egyszer jutott eszembe. Igen, ehhez képest rögtön azt dobtad be, hogy akkor kérdezzen a Balázs. Jó, igen, mert összezavarodtam, nagyon izgulok. Ügyes voltál. Köszönöm. Ilyen kis békésen eljátszottam most már. A megnyert hétnél az ember már egy kicsit nyugodtabban játszik. Igen, nem próbáltátok meg kitaposni belőlem. Nem, tetszett a lelkesedés, hagytuk. Jó, ügyes voltál. Köszönöm. Megérdemled, az elnékcsomagot küldjük. Jó, köszönöm szépen. Puszi, Adi. Projektezzél tovább, puszi. Sziasztok. Ja, állj, ne tedd le, itt vagy még?
Igen, itt vagyok. Na most már letetett. Na most igen. Ma különleges napunk van, majd 7 óra után beszélünk erről, de annyit már elmondhatunk, hogy ugye hát tulajdonképpen ma van egy jeles nap, ugyanis bizonyos éve, vagy egy, tehát egy számra vagyunk kíváncsiak, mert van egy plusz ajándékunk, ugyanis mához képest valamikor indult el a hazai mobilozás, a hazai mobil távközlés. Mm-hmm. És a kérdés úgy szól, csak hogy legyen még egy plusz ajándékot, hogy hány éve mobilozunk éppen ma Magyarországon? 20, 25 vagy 15 szerinted? Hát szerintem 25. Oj, de jó vagy! Jaj, de kis ügyes. 25 éve ma indult el az első hazai szolgáltató és a mobil távközlés. Hát erről majd később még hosszasan 25. beszélünk. Hát igen. Na, ügyes vagy. Meg tudod hallgatni majd, hogy mit nyersz, de én is elmondom neked egy Samsung Galaxy Grand Prime okos telefon. Hoppácska. Ilyenünk van. Nagyon szépen köszönöm. Jó, mi? Küldjük neked. Jó, akkor. Hát nagyon jó, igen. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes nagyon imádlak benneteket, úgyhogy köszönjük. Ajándék csomag. Okos telefon. Csak megszeretni volt nehéz. Mi? Köszönjük. Puszi, ciao. Köszönjük, sziasztok. Hello. Sárga SMS-ét, azt majd olvassátok el. Hogy persze, pontosan... Emlékszel, a kék fölsős lány az első sorban. Igen. Ugye emlékszel. 5 persze, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. És most, hölgyeim és uraim, öveket besatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perce. Itt vagyunk, ugye milyen jó volt? Bon Jovi? Ne, ez szalami? Jó volt? Na, igen, végre jó valami. Bon Jovi, végre valami. Jó kis dal. Itt vagyunk, és mindjárt mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon, a bakcsomóponton, a szegény TF-fel és a sportcsarnokkal, mert hogy leégett, és egyelőre még mindig káosz van, úgyhogy kerüljétek a bakcsomópontot, az Alkotás utcát, és mindent, ami arra van, Győri út, Csörsz utca, bakcsomópont, Márvány utca, egyelőre nagy a káosz. De próbálunk nem sokára utána járni, és hívni Mátét a katasztrófa védelemtől, csak brutálisan sokan hívják most. Ahogy itt lesz, azonnal adásba tesszük, hogy mondjál nekünk, hogy mi történt. Azt mondja, hogy a bakcsomóponti felüljáróról nézve egyelőre nem olyan nagy a dugó, egészen jó ütemben haladnak az autósok pusza. Kaptuk SMS-ben. Igen, most a legfrissebb hírek azok arról szólnak, hogy már el is oltották, és lehet, hogy szépen lassan megindítják a forgalmat, tehát mire a komplett Buda útra kellene, addigra már lehet, hogy nem lesz akkora káosz. Azt mondja, hogy a 61-es villamost már kezdik engedni az Alkotás utcában, úgyhogy tudtok villamossal menni legalább, és elindítják szépen lassan az autósokat. Na, itt van már is Kisdi Máté a katasztrófa védelemtől. Hello Máté, jó reggelt, ciao. Jó reggelt kívánok, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóhívőjeként jelentkezem, parancsoljanak. Hát jó reggelt, kívánok. Sűrű reggel, ahogy halljuk, sűrű a reggel, ugye? Sűrű reggel és füstös reggel is volt, de már a tűzoltók a lángalégés megszüntették a Alkotás utcai sportcsarnokban keletkezett tűznek a lángalégését. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak, most éppen egy tűzoltó létres gépjármű kezdett el tolatni a hátam mögött, annak a sípolását lehet hallani. Még mindig 40 tűzoltó dolgozik az utómunkálatokon. Kisebb tüzek még a sportcsarnok területén belül vannak, de ezek már nem veszélyesek. A tűzoltóknak sikerült megmenteni a 4 emeletes irodaépületet, ami szorosan a sportcsarnok mellett áll. 10 vízsugárral belülről védték az épületet, ennek a homlokzati fala rongálódott meg, illetve több helyen kitörtek az ablakok. Okay, ezeken a helyeken akart betörni az tűz az épület, de ezt akadályozták meg az egységek. A legfontosabb kérdés az, hogy személyisérülés történt? Személyisérülés nem történt, illetve jelenthetem továbbá azt is, hogy az Alkotás útforgalma elindulhatott, a tűzoltók csak a Szélkámántér irányában a buszsávot foglalják el jelenleg.
Nagyon, nagyon, nagyon jó. És akkor te, amit ön is mondott, hogy elindult szép lassan a forgalom, tehát ha Buda elindul iskolába dolgozni, akkor nem lesz nagy káosz, szépen ott tudnak haladni az alkotás utcában. Már, már egy 20 perce szabadította a tűzoltás vezető az alkotás utca forgalmát, illetve egy 20 perce már elindulhatott a forgalom. Ezután is kérjük a erre közlekedőket, hogy ne álljanak meg, ne fékezzenek le a tűzoltóautók mellett, mert ebből később azért baleset lesz. Tudom, hogy még lehet egy kicsit korai a kérdés, de hogy lehet már tudni, vagy vannak nyomok, hogy esetleg mi történhetett? Szakadó esőben egy ekkora tűz ilyen hirtelen, azért ez elég fura lehet talán. Mondtak már valamit a tűzoltók, hogy mit láttak a helyszínen? Az igazgatóságunk hatósági eljárást indított a tűzvizsgálat keretében, hogy kiderítsük, hogy mi okozhatta a tüzet. Ez egy természetes folyamat, jelenleg is zajlik ez a vizsgálat. Annyit tudunk, hogy az épületen belül keletkezett a tűz valamikor a hajnali órákban, amikor a tűzoltók kértek, már lángokban állt a csarnok. Ugye az épületen belül keletkezett a tüzet nem fenyegette az eső, illetve mert fölötte volt a tető, igen, így terjedhetett vélhetően gyorsan tovább a tűz. Amint említettem, amikor a tűzoltók érkeztek, már az épület teljes terjedelmében égett, illetve a tűz veszélyeztette az iroda helyiségeket, az irodákat is. A csarnok az teljesen megsemmisült, tehát menthetetlen? A csarnoknak a négy fala áll, a csarnok tetőszerkezete beomlott, ide a tűzoltók sem léphet meg be, hiszen az ő testi épségüket is veszélyezteti. A föntről az oldalfalról lógó vas állványzatok, illetve vas maradványok. Igen. Igen. Jó, hát a legfontosabbat hallottuk, személyi sérülés nincs, hál' Isten, és a forgalom halad, talán ez az, ami a legjobban érdekelt bennünket, hogy tényleg nem sérült meg senki, és az autósok tudnak menni. Reméljük, hogy újra lehet majd ezt a dolgot építeni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát! Minden jót! Köszönjük szépen, jó munkát! Kizsi Mátéval, a Fővárosi Katasztrófa Védelem szóvivőjével beszélgettünk. Na, hát flott, flott munkavégzés, flott munkakezdés a tűzoltóknak. És flott esemény, nyilatkozat. Flott nyilatkozat, mindent tudunk, napra készek vagyunk. Hát ez egy rádió, egy reggeli rádióműsor feladat a gyerekek. Ezt így kell csinálni. Tűz van! Kapcsoljuk a eszét, elmondjuk, hogy mi történt. Úgyhogy tudtok menni, drága autósok, jó? Beér mindenki a munkába, az iskolába. Ha van kerülőút, lehet, hogy érdemes, de te halad a forgalom szépen lassan. És nézzük a dolog jó oldalát, Testnevelési Egyetemnek valószínűleg lesz új tornacsarnoka. Van a tűzoltó, igen. Hát, van a tűzoltóknak valami indulójuk, vagy daluk, vagy de tudom, hogy talán Szent Kristóf a védőszentjük, de hogy van valami, amit a tűzoltók hallgatnak? Hát egy ilyen, ekkora tüzet így eloltani, megérdemelnének biztos fél kilenc után valami. Mit hallgatnak, hogy a tűzoltók? Hogy fire legyen benne. Ez a lényeg. Na, tapasd el a vörös kakas címet. Igen, Kadlott Karcsi számot szívesen meghallgatnak. Jó, segítsetek, drága hallgatók, ha van közületek olyan tűzoltó, akit most nem riasztottak, de ha azon az őrsön dolgozik, vagy tudja, hogy a tűzoltók egyik nagy kedvenc dala az, és az mi leadhatjuk, akkor mi ezzel köszönjük meg a tűzoltók munkáját. Hát egy ekkora tüzet így eloltani. Küldünk egy számot. Küldünk nekik fél nyolc után egy számot, amit szeretnek. Elő Király Viktor Fire című szám. Ott voltak, felvonultak, igen. Jó, ennél talán kicsit kevésbé közhelyesed, igen, de egy jó fire számot akár. Bármit, amit szeretnek a tűzoltók, hát megérdemlik, nem? Ja. Ott már nyolckor szinte tesi óra. Hát küljünk nekik szabad napot. Leginkább, szegények, igen, de emberfeletti dolog volt ezt így eloltani, láttuk a tények képeit, hát valóban nagy tűz volt. 85-es út Farád után a 32-es kavicsnál Fehérszárból mérik a Sopron felé haladókat. Szabesz küldte nekünk, a Vakscsomóponti felüljárón már látom, hogy elindult a forgalom, és jár a 61-es villamos is. Tegnap voltam az előadáson, élveztem minden percét és imádtam. Sikerült feltölteni a pozitív energiával, jobb kedve derítettél. Ezen az egyébként szörnyű héten köszönöm. Kriszti, elsősor pont veled szemben, kép felsőben, ha esetleg emlékszem. Kriszti, emlékszem. Aha. Hát hiszen hárman voltatok, és mind a hárman írtatok. Mit hárman? 400-an? Mit hárman? Trafi az M7-esen a velencei pihenő kihajtójánál Balaton felé, mindenki óvatosan. Respekt a tűzoltóknak. Én is voltam tegnap az előadáson, nagyon jó volt. Szerettem, szép napot. Ezt jó. Hát most mit csináljak, ha még egyszer ismerősen csenget. Legalább a szórendben változtassál, hogy tényleg azt higgyük, hogy ez egy másik SMS. Ah, igen. Na, Balázs, nagyon jó volt a tegnapi előadás, hogy gyorsan eltelt az a 90 perc, hallgattalak volna még egy darabig Zozikot. Csak azért, hogy idegesítsenek. Azért, hogy idegesítsenek benneteket. Na, kérem szépen! De most valami egészen mással megyünk tovább. Egy jó nyerítés. Eljött az igazság pillanata. Így van. Ők. A végítélet pillanata. Most
kibújik a szög a zsákból, mondj még valami hasonlót, elvárik a májtól. És kiderül, hogy mi van a háttérben. Így mi van. Áll a háttérben, miért vagy te ennyire nyugodt, miért megy ennyire flottul, ez a leszokás. Ja, a leszokás. Azt hittem, hogy ők azok, akik ugyanabban az évben végeztek, amikor felé is állítólag az egyetemen. És most megbizonyíthatok volna, hogy a tangón vette a diplomáját. Én nem jártam sokat, de a diplomaosztón ott voltam. Visszafogadom. Na most ők kicsodák, ne haragudj. Azért is teszem fel a kérdést, mert én próbáltam tájékozódni, mert ugye Laci, ami szerkesztőnk, minden este átküldi az adásmenetet, vagy a Viki, attól függően ki van. Tegnap nem jött, de mondom, hogy nyilván elaludt egy kicsit a Laci más. Mert Laci profi. Ma bejöttem. Igen. Látom, hogy mindenki előtt van adásmenet, csak én nem kaptam egy rohadt sort se, hogy mi történik ma az adásban. Mondom, még ez se baj. Nyilván a tegnapi kis heccelődésünk miatt, hogy én vagyok a rádióműsor tulajdonos, a ti pedig a vendégek, ezt kapom cserébe. Erre itt ül két gyönyörű ember, akik akarnak nyilván valamit. Mi van? Elmondom, hogy milyen merényletet elveszünk jelenet. Hosszú hetek óta nézzük ezt a leszokást, és nagyon gyanús találjuk. Ugye erről sokat beszéltünk. Kiegyensúlyozott vagy, nyugodt vagy, nem kiabálsz, nem vagy ingerült. Csak olyan dolgot csinálsz, ami számunkra rettenetesen bosszantó. Aha. Nem szenveded meg ezt a dolgot. Túl jól vagy. Te egyszerűen túl jól vagy. És hosszú-hosszú heteken keresztül kutattunk az interneten, míg végül találtunk egy olyan céget, akik nem is nagyon akarnak megszólalni, ugye jól tudom, inkognitóban vannak, nem akarnak megszólalni, de ha meg akarnak, akkor tegyétek fel a kezeteket, és akkor adásba teszünk meneteket. A lényeg nem is az, hogy ők kik, mert nem akarják elmondani, sokkal fontosabb, hogy csinálnak olyan típusú vizsgálatot, amiből megmondják, így van, hogy a véredben van-e nikotin. Hát ez fantasztikus. Ez nem kell semmi más, csak te is a prostatát. Nem lehetne az, hogy elhúztok a francba, tehát amíg dohányoztam, azért cseszegettetek, most, hogy nem dohányzom, ezért cseszegettek, nektek semmi nem jó. Nem lehet az, hogy ebben a műsorban most nem hetek óta én... Figyelj ide! Ha ideges lennél, ha mutatnál valami emberi tünetet így, hogy 30 év után letetted a dohányzást, akkor nem csesztetnél. Így van, ha nem cáfolnál rá minden sztereotípiára. De ez a fajta kiegyensúlyozottság, ez a fajta nyugodtság, ez a fajta tényleg meditatív életvitel, ahogy te letetted a szimfóniát. És nem te azt a szimfóniát, igen. A Sophie. Igen, azért, mert vidékiek vagyunk, mást is tudunk még. Letetted a munkást. Igen. A szívkát és a munkát. Igen, és megtöröltem a kolbászsíros számat. Igen. Szóval ez nekünk nem tetszik. Ezért szükségünk van a te víredre. Odaadjuk ezen nagyszerű embereknek a víredet. Ők elvonulnak egy kicsit, és megcsinálják a nikotintesztet, amiből mi megtudjuk, hogy nincs-e valami turpisság a dologban. Valójában van-e nikotin a véredben? Ha nincs, tovább nyomozunk természetesen. Igen, december 18-án, akkor megint veszünk vért. Nem adjuk fel a dolgot, de minden esetre vérteszt alapján kizárhatjuk. Aha, na most egy hónapja, három és fél hete tettem le a cigit ideiglenesen, ahogy szoktam volt mondani. Azt már kimutatja? Hát mindjárt megkérdezünk, beszélhettek azért picit? Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tudom, neveket nem szabad, nem akarjátok elmondani, de ezt én megértem, ennek bizonyos sokkal jobban. Erzsinek, ha szólítunk, nem, az jó. A kökőszés. Mit tudunk meg ebből a tesztből? Mi derül ki? Nagyon picit csak pontosítanék, tehát nikotinról volt szó, ezt mindenki ismeri. Alapvetően nem nikotint vizsgálunk. A nikotin, ha bejut a szervezetbe, egy enzimát alakítja egy másik vegyületté, ennek a nevét nem szükséges megjegyezni, ezt kotininnak hívják, ennek csak egy hozadéka van, hogy ez egy tartósabb molekula, és könnyebb kimutatni. Tehát, hogyha mondjuk valaki járt az utcán, és beleszippantott a levegőbe, mint előtte egy dohányos, attól még ez a vizsgálat nem mutat fals pozitív eredményt, tehát tényleg a kotinin akkor van nagyobb mennyiségben jelen az emberi vérben, hogyha valaki dohányzik. Na, magyarul... Én 30 évig dohányoztam, és 3 és fél heten nem, akkor a kotinin nem eltűnt. Nem, enekül a gyáva. Most ebben a teszttel kimutatható, hogy nem dohányzik. Így van, tehát gyakorlatilag ez már épp lebomlik ez a molekula, tehát hogyha nincs tartós bevitel, akkor innentől ez egy negatív vizsgálat 3 év után. Egy slukot is? Tehát mondjuk tételezzük föl, nyilván nem, ezt nem feltételezzük, de hát azért megcsináljuk, mondjuk Feri 3 nappal ezelőtt azt mondta, adj egy slukot, ez már tényleg nem esik annyira jól, és beleszívott valakinek a cigarettájába. Ezt is ki tudja mutatni? Többféle érzékenységű teszt van, most alapvetően egy olyan teszttel jöttünk, hogyha ön, tehát Ferenc dohányzik, és több szálat elszív egy nap, tehát ez kb. 10 szálat, akkor ez a teszt már kimutatja.
de arra utaló jel, hogyha csak néhány szálat szív, akkor van, és egy másik teszttel ezt be lehet bizonyítani, vagy ki lehet zárni. Nyugodtan jöhetek bármilyen. Az összeset, a menüről minden tesztet. Egy slug, egy szippantás, egy füst a liftben. Ez bizalmatlansági indítvány, amit ti csináltok, úgyhogy ellentételezést akarok. Ez rágalmazás, ami itt folyik. Ez rágalmazás. Ha bebizonyosodik, hogy 3,5 hete nem dohányoztam, akkor mi lesz? Semmi. Semmi. Megyünk tovább, jön a következő téma. Ez csak egy ilyen kis szúrópróbaszerű kis sütörtök reggeli kis tesztit hétra után. Hát aztán majd letolatja a haját, hogyha esetleg persze úgy alakulnak a dolgok, hogy tényleg. Azt én vállalom. Bebizonyítjuk azt, hogy te tényleg nem dohányoztál az elmúlt hetekben. Aha. December utolsó hetén, amikor adásban vagyunk, ugye majd mondjuk pontosan, azt az előre nem menekülök el, azt én vállalom. Hát ez legkevésbé arról szól, hogy ne kelljen, de kövessük el, amit el lehet. Nem? Hát nézzessük meg, hogy ha van egy ilyen vérteszt, hát éljünk a lehetőséggel. Hát mi jön még majd a tisztán látó? Ide jön, hogy úristen, látom. Egy ritka szemvizsgálat, a végbélen keresztül, hogy szoktuk volt mondani, a multioptipupiloptómia, lesz még egy csomó minden. Na de, oda az új begyet, Ferenc. Hova? Vegyük a víz. Melyiket? Szúrja meg a böllér. Balt? Jobbt? Balt vagy jobbt? Szúrja meg a böllér. Szúrja meg a böllér. Extra érzékeny teszt. Mindent tudni akarunk. Hol járt, mit csinált, ránézette egy cigis dobozra, gondolta a cigarettára az elmúlt 3 hétben. Ja, fordítva nem lehet. Na, ez egy hasonló, mint egy ilyen vércukorteszt, amikor az ember új begyét megszúrják, igen, egy ilyen kis pici tűvel. Jó, azt látjuk, hogy Ferenc ujjacskáját megnyomják. Aha. Egy pici pipike. De a biztonság kedvéért eret is vághatunk rajta. Nem kell így. Te saját magamat szúrom meg. Van egy kis hagyd meg, mert a sült vér egyébként a Feri meg is csinálja. De definiálja. Azonnal. Aha. És akkor ezt megnyomom. Nyomjam rá? Arról beszéltünk, hogy ti kiknek csináljátok ezt a tesztet, vagy arról se nagyon? Lehet? Kiknek csináljátok? Alapvetően biztosítóknak végezzük, tehát ilyen életbiztosításokhoz van kockázat elbírálás. De durva, tehát én azt mondom a biztosítónak, szeretnék kötni magamra, és nem dohányzom, és egészséges vagyok, majd hirtelen csak megjelentek reggel, és szúrópróbaszerűen megszúrtok, hogy átvágtam el a biztosítómat? Kéri. Nem, ez egy biztosítási szolgáltatáson keresztül megy egy szigorú menetbe, ahol gyakorlatilag az ügyfél a szerződéskötés kapcsán, amennyiben azt válaszolja, hogy ő nem dohányzik, akkor a biztosítók rossz szóval élve kötelezi őt. Mert hogy rizikófaktor az ő egészségére. De hát hosszú évek alatt nem szokott fals eredmény lenni, ami azt jelenti, hogy alapvetően elmondják. Nincs nagy különbség, ez a biztosítónak egy plusz ellenőrzési fázis annak kapcsán, hogy megfelelő szerződést kössön az ügyféle. Kevesebbet fizet a biztosító? Hát az egy kockázati tényező, a dohányos vagy, persze, hogyne. Hát akkor vagy nem tudsz kötni, vagy más feltételekkel tudsz kötni. Igen. Én már nem vagyok kockázati tényező. Jó, én ezt elhiszem. Nyugi, majd meglátjátok. Köszönjük, menjetek nyugodtan, csináljátok a tesztet. Köszönjük szépen. Semmi rossz indulat nincs ebben. Semmi gyanúsítgatás, semmi olyan, amiről neked azt kellene gondolni, hogy jaj, mi nem bízunk benne. Ez csak egy lehetőség. Amikor a rendőr csinál egy szondafújást, se feltételezi azt, hogy itt áll, csak megnézi, csak hallott a nem itt áll. Csak hallott a híredről. Mi se feltételezünk, csak olvassuk, hogy van egy ilyen lehetőség. Hát miért ne szúrnánk meg? Nem. Így van, elkérdeztünk, pénzbe nem kerül, akkor meg miért? Az is igaz. Indjé van, sokban nem kerül. Úgyhogy megcsináljuk. Tehát tényleg a leszoktatás alatt végigérte engem cseszegettetek az akupunktúrával, a nem tudom, az elektrosokkal, az akármivel. Nem látnál esetleg valami ellentmondást abban, hogy te szoksz le, és mondjuk engem vizsgálnak? Hát de, van benne ugye, valami. Ugye, igen, jó, azt értem. De hogy egy picit érted, egy kicsit mellém állnátok, egy kicsit mondanátok azt, hogy gyerekek, nézzétek meg ezt a fiút, hát milyen ügyes már 3,5 hete. Egyébként ezt mindig elmondjuk, hogy zseniális, ahogy csinálod, és hallom. Jó vagy. És halló, hallgatok, ti ezt hallottátok? Le a kalappal, ahogy dohányzol, vagy ahogy nem dohányzol, és ahogy amilyen strammul teszt végigcsinálod, de kicsit kis cseppérecske azért. No, csak nem kell, nincs ez a gond. Na. Nincs az a semmi baj. Közben egyébként abszolút mindenféle elismerés megérdemel az, ahogy te leszoksz erről a dohányzáson. Sokkal rosszabbra számítottam. Kicsit már látom, hogy ez egy könnyelmű felajánlás volt, mert azt hittem, hogy ez már nagy harc lesz közted a nikotin és én közöttem, és egy ilyen rágyújtsak, ne gyújtsak, abbali haja, nem a haja, ó, de kéne egy száci, mosolyogva így leszokni nem ér. De azonában ez a vérteszt akkor. Hát, csak csináljuk meg. Egyet. Mondjuk, mi azt kértük, hogy magból vegyenek, de hát most már mindegy. Abból már vettek. Lesz majd az is. Lesz még egy fura DNS vizsgálat, amit spermából csinálnak. Mondom, muszáj, lesz még egy tükrözés is, hogy megnézzük, hogy a bélbolyhokból kiürült a nikotin. Egy csomó mindent tervezünk még itt december 22-ig.
Na, azt mondja, hogy 10 perc és megvan az eredmény. Jó, úgyhogy a hírek után már is mondjuk, hogy... Ne menjetek sehova. Az eredménnyel nem sokára jövünk a hírek után. Ha negatív lesz, akkor legyen kecskétek. Ezt Petya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Emeljétek a tétet, ha tesz negatív, akkor Jani növessze meg a haját. Aha, jó. Én abban benne lennék. Bali, sajnálod a skalpot? Kérdezi Anti. Gyerekek, ez már nem arról szól. Én már látom. Látom magam, lopaszom. Ezt már én elengedtem. Csak ha van egy ilyen teszt, Juli javasolta egyébként. Ő volt ilyen drága, hogy ezt megtaláltam, hogy Julikám, azonnal pattintsd, intézd, szervezd. Azért megbökni, megbökjük, de tudom én, hogy ez egy vesztett csata már sajnos. Srácok, de nem baj, ezen az úton végig fogunk menni, mert mi sem akarjuk elérni. Senkitől nem ezt hallottuk tényleg, hogy a Feri ennyire becsületes, és hogy megbízható, és egyáltalán nem. Mi végig csináljuk ezt az egész alatt. De hogy szeretlek majd decemberben, majd decemberben. Na igen. Drága Feri, ne hagyd magad, minden tiszteletem a tét, hogy így leteted a cigit. Barátstól Janitól kérje valamit, amiért bizalmatlanok voltak. Puszi, Melinda. Ha Feri nem gyűjtött rá, Jani, fizesse ki az államadósságot a pontgyűjtő kártyával. Ez bele is férne. Is maradna is. Igen, a mi államadóságunk Kolumbia államadósága és Brazília államadósága is beleforna, igen. Te Balázs, a csatornán nem szól bele, hogy kopasz leszel? Hajrá, Feri! Hát nem tudják még, hogy mi a helyzet. Ha hallgatnak azért, tudnak róla, egyelőre nem. Kopaszon is többen fogják nézni, mint a milliómos szakácsot. Kösz. Így de rendes vagy. Ez igazi korrekt volt. Ez szép volt. Ezt szeretem a legjobban, amikor valós jobbos gyomor, fej, ide mindenki az. Hát műsort kell csinálni valamiből. Az igaz. Azt a betyárját, ez betolát. Volt fordítva, és azt akkor nem kiabáltunk. Kaptunk mi is, gyerekek. Azt mondja, hogy Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, Szent Kristóf a hajósoké. Így van, köszönjük szépen a helyesbítést. Szúró próba, Feri, érted? Szúró próba. Kaptuk SMS-ben, köszönjük. És a tűzoltóknak ígértünk egy dalt, de nem volt egyöntetű a dolog. Tehát nincs olyan, mint a magyar futballválogatottnál, hogy ez egy induló, és akkor rakjuk be, úgyhogy valami jót majd beteszünk a tűzoltóknak 7:30 után. Jó? Na, jövünk az eredményért mindjárt. Ha valaki Ove bácsira jelentkezne, írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A betyárját, de yes. Oda vágtuk ezt, gyerekek, de oda is volt. 3:40 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a ma reggel hősiesen helytálló tűzoltóknak szólt, akik kivonultak és pillanatokon belül megfékezték a lángokat a testnevelési egyetemen. Pedig nem kis lángok voltak, hát, meglátjátok a híradóba este, hogyha meg tudjátok nézni, hogy hatalmas lángok voltak. Mi azt jósoltuk, hogy ez egész délelőtt égni fog. Aztán kimentek a tűzoltók is. Megérkeztek hazánk hősei, és itt pillanatokon belül eloltották az atlétikai csarnokot Budapesten az Alkotás utcában, mert hogy csütörtök hajnalban kigyulladt, és teljes terjedelmében égni kezdett a szomszédos épületre, és átterjedt a tűz. Tehát óriási káosz volt az Alkotás utcában, de már lehet haladni, elindult a villamosforgalom, és nincs dugó. Azt írják a hallgatóink, hogy a nagy káosz, vagy a nagy reggeli káosz ellenére pillanatokon belül a tűzoltók megoldották a helyzetet, a katasztrófavédelem is kivonult, és flottul lehet haladni. Na, azt mondja, hogy nézzük, hogy milyen közlekedési híreink vannak még a teszt eredménye. Na, húzzad csak, húzzad! Azt mondja, hogy Flórián tér felül az Árpád hídi felhajtóján a külső sávot egy kamion elfoglalja, de még nincs dugó, Dragi küldte nekünk. Aztán a 85-ös út Farád után a 32-es Kavicsnál Fehér Szádból mérik a Sopron felé haladókat, Szabesz küldte. 61-es villamos már jár, és lehet haladni a Bach csomóponton is, viszont a Villányi Karolina kereszteződésénél karambolozott a villamos és egy autó. Ráadásul az autó kereszteződésben áll, úgyhogy elég nagy a baj. Giorgio küldte nekünk. Köszönjük szépen. Királyhágó lezárva, kigyulladt az iskola mögötti épület. Ezt Lilla küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na! Milyen a teszt? Vagy mi lett a teszttel? Ez fontos, mert hogy Ferit megböktük, van egy nikotinteszt, ami már ugye nem is nikotinteszt, hanem kotinin-teszt, és a lebomlott nikotint keresi a szervezetben. Nem vagyunk bizalmatlanok, nem gondoljuk, hogy Feri rágyújtott volna itt az elmúlt 3 hétben. Á, de. Hát, de ha van egy ilyen teszt, miért ne élnénk a lehetőséggel, hogy Ferinek a vírit vesszük, és megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 3 hétben. Kiderült valami? Kiderült, igen. Tehát megmérettetett Ferenc, és kiderült, hogy negatív a vizsgálat, tehát nem kirakadhatott. Az mit jelent? Az jó vagy rossz?
A vizsgálata azt arra utal, hogy nincsen kotinin a szervezetben. Nem ezt beszéltük meg. Arra hát élet kevés lóvét adtál. Nem hát, hogy nem dohányzik. Így van. Így van. Nem volt egy szál cigaretta, nem volt egy elferdült éjszaka, nem volt egy barát, aki megkínálta és elfogadta semmi. Arra utal, hogy vagy nem. Így van. Azt nem áll. Tessék, hozzátok azt a fodrász hallót, essünk túl rajta előbb, ne várjuk meg a decembert. Ezt nem fogod megúszni. Egyre inkább úgy néz ki. És tudod, hogy azonnal rágyújtok, ahogy levágattad? Azonnal. Az már a lelkiismereted és a becsületedre van bízva. De miért? Uh-huh. Mi van? Én odáig kibírtam, levágtuk a hajat, elszívok egy cigit. Hát most az... Az azért fura ez a mi szánkból lelkiismeret és becsület. Tehát csak olyasmit kérjünk rajta számon, amit rajtunk is számol. Az egy morális fertő lenne. Egy erkölcsi mélyrepülés. Egyfajta erkölcsi szabad. De már neked akkor nem mindegy. Hát odáig elvittük, nem? Odáig elvittük, ott levágtuk a hajat. Ott már te elengedheted ezt az egészet. Ott már tök minden. Remélem, hogy a te leszokásod többről szól, mint hogy engem kopaszollás. Az egészségedről, a jövődről, a gyermekeid életéről, és arról, hogy látni akarod őket elballagni. Ne áltasd fel, mondd meg neki, hogy nem. Csak és kizárólag a hajadért. És kiderül, hogy az egész, ha ti kettőtök szivatása az én irányomba, te is tudnál róla, belennél avat, és ilyen brutális. Sátok. Hogyan tekerjük be úgy a balit, hogy azt hiszi, hogy ő nyer, és a végén kopasz lesz, és 23-án így jössz majd. Őszinte leszek, nekem az óvodában jelen egy libikóka volt, tehát hogy én oda fogok állni arra az oldalra, ahol nagyobbat lehet nevetni. Ez a jó, hogy mi mindhárman mindig ott állunk, ahol nagyobbat lehet nevetni a másikon, de ez nem is baj. Jól van, hát akkor most már nem veszek hajpestéket. Minek, nem? Most már tudom, meg már annyi van rajta, én már úgy is. Drágák vagytok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Nevet semmit nem mondunk, ezt ígértétek. Nem semmit. Viszont nagyon helyesek vagytok, hogy ezt megcsináltatok. Nekünk köszönjük szépen, és jó munkát. Ez jó? Kétség, köszönjük, mint a terhességi. Egyébként magzatvízből is kimutatható. A dohányzás. Hát leszoktál, legalább terhes legyen. Valami legyen. Van egy jó érünk, és van egy rossz. Ferenc nem dohányzott, viszont terhes. 8. hónapban. Úgy maradt. Utána néztem, még van egy ritka herevizsgálat, amit szintén szúrással tudnak elvégezni, egy biopszia. A heréből kinyert szövet alapján keresnek nikotin. Hozzuk jövő héten az embert. Ezt is megcsinálja itt a stúdióban. Atyaisten. Hát ez szép lesz. Na, játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, halló, jó reggel! Olga, hello Olga, honnan hívtál minket? Egerből. Egerből. Igen. Egyedül játszol? Igen, egyedül vagyok. Egyedül játszol. Na. Hát, ez egy sorozat. Igen, igen. Egy amerikai... Nagyon figyelek, igen. Televíziós sorozat. Mutathatjuk? Persze, nyugodtan. Figyelj. Okay. Most még ugye azt hallod, hogy mit csinálnak. Erre most ne fűzzünk rá. Erre nem. Hogy hol vannak? Hol voltak ma reggel? Na figyelj, jön a zene. Egy apró kicsi részlet ebből a sorozatból, jó? Jó. Még egyszer lehet. Hogy nem mutatjuk, figyelj. Jó. Hát nem a nők a pult mögött. Hát nem, igen. Nem tudom. Figyelj, mutatjuk. Hát valamilyen katonai sorozat. Igen, nem egészen katonai. Mutatunk hosszabbat. Igen, oké, rendben. Kivettük a bögrét, figyelj. Ez a becsületbeli ügyek. Igen. Tehát igazából katonai, mert hogy katonai ügyekkel foglalkozok, katonai ügyészekről szól. Igen. Igen. Egyrészt nem láttam, nekem az, hogy amerikai kaland, jogi, dráma, televíziós sorozat, de akkor ilyen katonai ügyeket oldanak meg benne. Sok feszülős női egyenruhával. Az való. Az jó. Igen. Na. De jó. Az való nekünk. Olga, nagyon ügyi vagy. Köszi. Ügyes vagy. Köszi. Egyedül, csak így simán? Igen, persze. Jól van. Na figyelj, van még egy játékunk, minden játékosunk plusz ajándékot kap, mert hogy egy nagyon fontos évszámhoz értünk, és ez lesz ma témánk, ezzel foglalkozunk, mert szerintem mindenkinek van élménye ezzel kapcsolatban, hogy ma 25 éve, vagy hát ugye mához képest, tulajdonképpen a mai napon 25 évvel ezelőtt indult el a mobiltelefon szolgáltatás.
igen. Magyarországon, ugye hát ez fontos, hogy Magyarországon. Emlékszel erre? Persze, azokra a nagy bőrön méretű mobiltelefonokra, hogy ne. Bizonyám, bőrön méretű. Aktatáska is a tetején volt. A komoly üzletembereknek volt az. Igen, emlékszem. Na, hát ez 25 évvel ezelőtt indult el. És van egy kérdésünk, nem kell kapkodni, adunk válasz lehetőséget, próbáld megválaszolni, nagyon vicces a dolog, hogy amikor valaki be akart lépni 1995-ben, amikor elindult az első kereskedelmi mobil szolgáltatás, akkor hány forint lehetett a belépési díj, amit ki kellett fizetni szerződés kötéskor? Ne kapkodj, nem bonyi. Hát arra emlékszem, hogy irreálisan magas volt a díja ennek. Segítek egy kicsit, nem kellett fizetni. Igen. Nem kellett. 18 ezer forint, vagy 75 ezer forint? 75 ezer forint. Azt igen, bizonyám. Jézus, Atya Úristen. 75 rugó, hogy oda tartozhass valahová, ahová aztán fizettél. 1995, de 75 ezer forint, azért az nagyon nagy pénz volt. Csoda, csak 2008-ban lett el. Akkor jó válasz voltam, jaj, de jó. Olga, ügyi vagy, még egy tasszuk vagy. De jó. Nem tudom, hogy van-e okostelefonod, de most lesz. Ezek már kevésbé hasonlítanak ahhoz a bőrön méretű kis táskatelefonokhoz, amivel indultunk régen. Ez egy Samsung Galaxy, amit adunk neked. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Nem volt még okostelefon? Hát van, hogy találban a gyerekeimnek, nekem nincsen még. Milyen rendes anyja, előbb a gyerek, aztán érted a szórakozás, majd ő maga. Na, hát akkor van egy szép kis okostelefonod. Jó, ügyes voltál. Nagyon szépen, köszönöm nektek. Húszi, köszönjük szépen. Örülünk, hogy örülsz. Ciao, sziasztok. 75 ezer forint? Azért az megkérték az árát, hogy ahhoz az elit körhöz tartozhassál, akiknek 95-ben már volt mobiltelefonjuk. És nem? Ez volt a fura, amikor ez az 90-ben, elit körhöz tartozó, nagyon komoly üzletemberekkel találkoztál a 6-os villamoson. Ah, igen. Na, erről majd beszélünk, lesz témánk, hogy ki mire emlékszik, honnan indultunk, és hova jutottunk. Igen. De addig is néhány SMS a tegnapi előadás. Nem, addig is Balázs átveszi a matekot. Hogyha 25 évvel ezelőtt indult, akkor miért 1995-öt mondok? De hát, gyerekek, matekból. Ha tudjátok, a matek az nem az erősségem. Szép év volt, tetszett így van. 95 neked. Szép év volt, így van. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és hát nem eseménymentes a reggel. Már lehet haladni egyébként az Alkotás utcában, ugye ha valaki esetleg nem tudja, hatalmas tűz ütött ki a testnevelési egyetemen, méghozzá az atlétikai csarnokban, és hát porig égett a csarnok, sőt néhány épületre is átterjedt ugye a tűz, de tűzoltóink kivonultak, és profi módon tették a dolgukat, megfékezték a lángokat, úgyhogy lehet haladni a Bakcsomópontnál, lehet haladni az Alkotás utcában, és jár már a villamos, úgyhogy minden rendben. Nyilván lehet, hogy lesz ott egy kis torlódás, kint van a katasztrófa védelem, van még egy-két mentőautó, tűzoltóautó, de mindig lehet haladni. Mindig van nézelődő, és lassítanak igen. Néhányan. Igen. Ezt kifejezetten kérte egyébként a katasztrófa védelemnek a szóvivője, hogy ne lassítson senki, nincs ott kérem semmi látnivaló. Menjünk tovább. M7-es Pest irányában Trafi a 133-as kilométernél Tibike küldte nekünk. Köszönjük szépen. 4-es, 405-ös patent, az M5-ös bevezető viszont halott, már majdnem a nullás felhajtójától. Era írta nekünk. Köszönjük szépen. Valaki kérdezi, hogy miért áll a 10-es út? Hát ennek nem biztos, hogy oka van. Lehet, hogy csak a szokásos csütörtök reggel, vagy szerda reggel, vagy péntek reggel, mindig áll a 10-es út. Veszprém-Zirc között jól járható a 82-es, lassan akkora a köd, hogy megálltam pisilni, és nem láttam a szerszámomat, pedig 19 centi. Köszönjük szépen, picit több információ kelleténél, de igen, a hideg ellenére ez egy ember feletti teljesítmény. Így van, és megtiszteltetésnek veszük, hogy így beavattál minket így az intim szférát. Igen. Az M1-esen van egy trafi Mosó-Magyaróvár felé a 139-es kilométernél a felüljáron. Zsoltika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Baleset van Veszprémben a Házgyári úton. Rohadt nagy a dugó, és ez csak rosszabb lett. Na, 1990-ben
ugye elindult a hazai mobil szolgáltatás, és rengeteg sztorit kapunk már most, mert én mondtam, hogy ez lesz majd a témánk, és foglalkozunk vele, hiszen mindenkinek van élménye ezzel kapcsolatban. Vagy azért, mert volt. Vagy azért, mert nem volt, de szerettél volna. Vagy azért, mert másnak volt, és utáltad, hogy neki van. Vagy azért, mert felszálltál a villamosra, és valaki használta a bunkofont. Az ez volt a neve a mobiltelefonnak. Szóval szerintem nincs olyan ember kis hazánkban, akiből ez ne váltott volna ki akkor érzelmet. Valamilyen irányba. Szerettél volna, utáltad, nem szerettél volna, nem volt, irigy voltál. Éreztél valamit. Úgyhogy ez lesz majd a témánk. Tehát 9 után, és már most mondjuk nektek, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy kinek milyen volt az első. Kit hívott fel először, és mire emlékszik? Mi volt, amikor megjött az első telefonszámla? Kivel beszélgettél először? Hol hordtad, övre csatoltad, zsebben hordtad, vagy olyan műanyagtokban, amit Jani még 2015-ben is hord? Nem bizony. Nem is ő töri össze az előlapokat folyamatosan. Ez is igaz, hogy ugye? Az viszont én vagyok. Az övcsat egyébként. Az övcsat, persze. Milyen volt, amikor... Hát, övcsat. Az első, olyan volt, a hátoldalán volt egy ilyen kis csipeszerű szerkezet, és rá tudtad te. Így van, egy ilyen kis patent volt. Azaz, és nekem átlátszótok övcsattal. Volt, de most ezt komolyan mondom. És még mind a mai napig van belőle lecelefánozott otthon, amit még nem bontottam ki, mert úgy vásároltam, hogy legyen belőle tartalék is, mert egy idő után besárgult. Na, úgyhogy erről beszélünk nem sokára, ezt most még nem mondjatok el minden, de tényleg mindenkiben nosztalgikus élményeket ébreszt a dolog, és hát tényleg jó erről beszélni, amikor megvetted az első Ericsson 300 nem tudom midet, vagy Nokia 2110-esedet, a féltégla méretű, vagy még ugye a táskás, az szerintem egy kicsit kevesebb embernek volt, amikor vitted. Szóval hát mindenki tud így van. Majd ezt. Azok az emberek már vagy milliárdosok, vagy a sittem van. És hogy utáltuk őket, amikor etted a kis sajtburgeredet a Nyugati téren, bejött az emberünk egy ilyen táskás mobiltelefonnal, és nagyon hangosan kezdett telefonálni. Tehát azok az emberek nem csak azzal okoltak, süketek is, hogy mindenki észrevegye őket. Halló! Emlékeztek? Igen, meg kell. És folyamatosan üvöltöztek. Na, úgyhogy ez lesz majd a témánk, és... Ha valaki játékba kerül, akkor figyeljen, mert hogy minden nap hallgatója, mint pedig a hármas ugrás nyertese még plusz ajándékot is kap, hogy egy picit velünk együtt tudjon ünnepelni, hogy 25 évvel ezelőtt indult útjára a hazai mobil forgalmazás és mobil szolgáltatás, úgyhogy erről beszélünk majd. Előtte viszont egy másik téma. A Szújó Zolival beszéltünk talán a hét elején, vagy még a múlt hét végén, még talán a futam előtt, a Szocsi futam előtt hívtuk, és említett egy magyar úriembert, aki résztvevője a Forma 1-nek. De nem úgy, ahogy mi szeretnénk, Baumgartner Zsolt nyomdokaiban, hanem egy egészen más formában. Igen, pedig milyen jó volt, amikor lehetett. Az talán Minardi, vagy nem is tudom. Az egy gyönyörű pontot szerzett. Oswors. De jó is volt. De jó, de is jó volt. Volt, kiesett előle mindenki. De mindegy, az egy pont az egy. De begyűjtött az egy pontot, igen. Mondom, hogy Drága Zolink említett egy magyar fiút, aki utazik a száguldó cirkusszal, méghozzá egy magyar szakácsot, aki a Red Bull Forma 1-es csapat egyik hivatalos szakácsa. Egyrészt nagy dolog, hogy van egy magyar, és arra gondoltunk, hogy megszólaltatjuk és megkérdezzük, hogy milyen az élet a Red Bullnál, milyen az, amikor az ember tényleg Vettelnek, vagy Ricardónak, vagy a csapatnak főz, mennyit utaznak, hányan főznek, mi a menü, mit tesznek, mit szeretnek a pilóták. Azért ez egy érdekes világ, viszonylag zárt világ, keveset tudunk erről, úgyhogy gondoltuk Lajost, ha már Zoli megemlítette, akkor megpróbáljuk előkeríteni és rávenni arra, hogy nyilatkozzon. Nekünk nem kellett szeret minket, hallgat minket, és mondta, hogy nagyon szívesen beszél erről. Így van. Lajos, a Forma egy rántás illatú eminenciás. Köbli Lajos itt van velünk, jó reggelt, Lajos, hello! Vagy? Itt van, hello Lajos, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Lajos, hát olyan... Sziasztok! Hosszasan és olyan szépen vezettünk föl, tudom, hogy te még Annával beszéltél, annyi jót mondtunk rólad. Na, Lajos, a Red Bull szakácsa vagy. Hát nem is tudtuk, hogy van magyar. Te mióta dolgozol a Red Bullnál? Hát én másfél éve dolgozom. 2008 óta a Red Bullnál. 2008 áprilisában kezdtem ott eldolgozni. Akkor szeretik a főztedet. Hogy kell ezt elképzelni, Lajos, hogy
küld az ember egy önéletrajzot, itt és itt főztem, vagy szeretem a Forma 1-et, vagy személyesen Börninek kellett csinálni egy lecsót, és azt mondta, hogy ez olyan finom kis lecsó, gyere a Red Bullhoz főzni. Hogy kerül be az ember a Red Bullba? Erre vagyok kíváncsi. Hát végig is teljesen vízben történt az egész dolog. Én most már 15 éve Ausztriában dolgozom, és abban az időben 2006-2005-ös időszakban egy cateringbe dolgoztam, ahol nagyon sok szakácsot megismertem, nagyon sok munkatársam volt ott, és az egyik az bekerült a Forma 1-be, 2006-ban a BMW-hez, és ugye oda hívott engem, hogy ha lenne hozzá kedvem, akkor elmehetnék én is hozzájuk dolgozni. Ugye elmehetnék, elmehetnék főzni. Uh-huh. Igen, igen. És akkor én elmentem hozzá 2006-ba, és ott közelő végül is az első Forma 1-es élményem. És ő átkerült 2007-ben Red Bullhoz. Én 2007-ben mégis nem Forma 1-eztem, és 2008-ban fölhívott, hogy ő lesz ott a konyhafőnök. És a csapatot épített, és akkor rám gondolt, fölhívott, és akkor 2008 áprilisától pedig ott dolgoztam már. Azért az embernek nem azt mondom, hogy megremeg a lábad, de azért az egy jó dolog, amikor felhívta, gondolom, hogy Lajos, nincs kedved, kicsit főzni. Hát már attól függ, milyen pozícióra hívták, mert van mosogató is egy ilyen csapatnál. Igen, mi de azért nem ott kezdtél. Persze van mosogató is. Igen, van. De nem ott kezdtél. Te mi voltál? Nem ott kezdtem. Én szótos voltam, én húsokkal és halakkal foglalkoztam. Húsokkal és halakkal. Melyik volt az első futam, amikor bemutatkoztál, ki győzött, ki indult a polból? Szereted egyáltalán a Forma 1-et? Passzolom a kérdést. Figyelem a Forma 1-et, figyelem kísérem, de ugye az első pár hónap az ember inkább a saját munkára koncentrált. Tehát az volt a fő dolgom, hogy ott helyt tudjak állni azon a poszton, és meg legyenek velem elégedve. Ők adják le a menüt, vagy ti mondjátok meg, hogy gyerekek, káposztázt vekedli, krumplis tészta és túros csusza, nyilván hűlök, és Börninek a szokásos pépesek. Szívószállal, hát a menü az végül is az egyszerű, mert minden nap más van, és minden étkezéskor más van, tehát reggeli, ebéd, vacsora. Étvégétől van csak vacsora, vagy reggeli, de az ebéd az ugye az úgy folyt, ez büfé-rendszerben működik. Tehát bejönnek a csapatok, megvan az, hogy 12 órakor jön a Red Bull, 12:30-kor a Toro Rosso. És akkor egy nagy büfét elkészítünk, és akkor abból választanak. Ez ugyanúgy van vacsorakor is. A pilóták viszont már külön rendelnek, tehát ők megvan, hogy mit ehetnek. A trénerük elmondja, hogy mai nap mi a pilótának a menüje, és akkor azt megcsináljuk neki időre. Ja, hogy a pilóta adja le a trénernek, és a tréner jön oda hozzátok, hogy ma jött az Alonso, vagy jött a Vettel, és azt mondta, hogy én ma nem tudom, halat ennék, barna rizsre. Igen, a tréner jön oda, de hogy a pilóta adja le neki, azt nem tudom. Uh-huh. Szerintem a tréner adja le a pilótának. És azt érzed, amikor hogy nekik rosszabbul megy a verseny, akkor így visszadobja ízét a lepény halat, hogy ezt igen. A fart én nem eszem meg. Kétszer mentem ki a boxban, annyira kellett hát, nem tudom, már nem volt még példa, hogy úgy visszadobták volna. És személyes dicséretet kaptál mondjuk? Tehát volt olyan, hogy mondjuk a Vettel a visszament, és azt mondja, hogy Lajos, a Grenadier marsod megint, nagyon oda van. Vagy volt, tehát így vannak ilyen konkrét visszajelzések? Voltak visszajelzések, hát amikor a Vettelnek olyan nagyon-nagyon jól ment a Red Bullnál, ugye akkor vasárnap mindig kacsamál volt. És akkor azt mondta mindig, hogyha lenne ente gut, alles gut. Hogyha a kacsa jó, akkor minden jó. A kacsa jó, minden jó. Ilyen magyar specialitásokat próbálsz belecsempészni, vagy lehet? Tehát, hogy az ember azért így megkóstoltasson velük bizonyos ételeket, amiket mondjuk mi magyarok szeretünk? Persze, mindenképpen. Hát általában, hogyha Magyarországon vagyunk, Hungaroringen, akkor több magyar étel is be van csempészve, majdnem minden nap valami. Tehát most utoljára magyar futamon például halászlé volt, akkor marra pörkölt az általában sokszor van. Töltött paprika volt például. Tehát ilyen nem azt mondom, hogy magas szintű kaják, hanem ilyen egyszerű, amiket úgy mindenki elfogyaszt. De akkor egy ilyen hagyományosabb, tehát nincs olyan, hogy mit tudom én, palikszelet, vagy szújó pecsenye, meg ilyen. Szújó pecsenye. Hát
Ennyi nincs, de hogyha az Zoliba jön, de már régen nem volt állunk, akkor szívesen csinálok neki pár. Veszem gyulai kolbász van? Hát tényleg, az a pár. Gyulai kolbász, egészen biztos, hogy. Fejből tudsz egy pilótát mondani, hogy kinek mi a kedvencem, hogy ki mit szeret, vagy hogy ki az, aki odajött hozzá tényleg, és azt mondja, hogy figyelj, csinálj már nekem egy jó rántot reggel, de reggel annyira jól csinálod, hogy ez Alonso ez csak tényleg így megkopogtathatja a hátadat, vagy a Ricardo tényleg? Hát Alonso nem, Ricardo azt megkopogtathatja, igen. Hát Ricardónak a legutoljára a Chilisban volt a kedvencem, még a nyáron, amikor főztem neki, de mondta, hogy hús nélkül kéri. Aztán ugye vacsára már mondta, hogy húst is kér belem, mondta, hogy nagyon jó volt élve, de kér be vacsára húst is, akkor az volt neki. De jó, ezt így hallani. Például a Fettelnél úgy volt a lényeg, hogy ő szereti a marha bélszint is, de általában csak vacsorára eszi meg. Fejle, csak a tészta van nekik, és a csirke mellek, a zöldségkörökkel. Ki a jobb fej, Fettel vagy Ricardo? Kit kedvelsz jobban? Hát én Fettelt jobban megismertem, ugye többet voltunk együtt. A konyhába többször bejött hozzánk, de Ricardo is nagyon jó fej. Nagyon pozitív, vigyorgós, örül mindig. Hát hogy ne, hát fontos emberek vagytok az életében. Hát akarja nem jó, akkor igazából nagy baj van. Lehet velük lógni egyébként? Tehát az, hogyha bejön a konyhába, oké, de amikor te konyhán kívül vagy, oda mész hozzá, dumáltok, este van mondjuk egy ünneplés, vagy megnyernek egy futamot, akkor benneteket is meghívnak, hogy ott lehettek? Lehet velük kicsit bandázni? Hát a régi időben, amikor még úgy nyert a csapat, akkor lehetett persze, akkor mi is úgy meg voltunk hívva a csapatbulikra, és ott összefutottunk vele a Bödgön Sebastiannal. Akkor ugyanúgy beszélgettünk vele, tehát jó, egyedül nem lehet vele beszélgetni, hogy ott több száz ember van, de mondjuk egy csapatban ott voltunk, és akkor iszogattunk, és akkor ugye ott volt ő is közöttünk. Aha, tehát mehettek vele. Te utazol mindenhova? Tehát az összes állomáson ott vagy? Ettől az évtől én csak az európai futamokon voltam velük, de 2016 15. december 31-ig ott voltam a csapattal egész évben, mindig, mindenhol. Az összes futamon, az összes teszten. De és miért szedtek le, vagy miért most csak az európai? Mit mondtak, hogy elsószál egy marapörköltet, és azt mondták, hogy akkor ez a bűnti, hogy csak Európa? Hát mégis ez egy közös megegyezése volt, tehát én az már sok volt. Elég volt. Mondták, hogy még egy ilyen kókuszgolyó Lajosan. És kik jönnek hozzád Magyarországról? Riporterek, esetleg kommentátorok? Mennek-e potyázni? Ki a legbélpoklosabb? Ki az, akit már megmentettél néhányszor? Lajos, valami szerencsét nyomjam, aki nekem hátjúbe, olyan ilyes vagyok, mindjárt megölök. Régebben az Oli Bászikot jönni hozzám. Tényleg? Hogy az operatőr, a Szilárd nagyon szívesen bejön hozzá mindig. Igen, Zoli életi... Most a Robi van kint, és a Robi az nem nagyon jár hozzánk az utóbbi időben, de ő is Bászikot néha jönni. Zoli életét többször megmentetted már a motorhomnál, amikor kiadtál neki egy kaviáros szendvicset? Hát igen, csak hát a kenyére kellene vigyázni nagyon. Igen, tudom. Igen, mi is mondjuk neki sokat. Nem azért, nem, van egy érzékenysége, igen. Igen. Jól van, hát öröm volt ezt hallani, Lajos, örülünk mindig, amikor azt halljuk, hogy valahol egy magyar ott van, és főz a legnagyobbaknak, és egy ilyen elit társaságban van benne, azért az mindig szívmelengető, hogy az ember ezt hallhatja. Köszönöm szépen. Kiknek főztél? Köszönöm. Még volt még más híresség is a Forma 1-en kívül? Főzöl máshol is? Mi találkoztál mással? Hát más híresség. Niki Lauda, Burnley Ecclestonnak is ugyanúgy. Akkor a jobb kezének, a Burnley Ecclestonnak, a jobb kezének, a Pascalének. Külön kell főzni a kezének. A jobb kezem krokipörét kérem, bal kezem balcát pörgetet. Mit eszik Burnley? Mit főztél neki? Mire emlékszem? Hát ő is a tükörtolásos verzióra esküszik, legyente. Igen, amit úgy át kell fordítani. És le kell túrni szóra. Nem kell le túrni szóra. Szívószára leszi a krumpli pörgetet. Grillezett paradicsomot kérnek mindig hozzá. Na, flancolnak. Grillezett paradicsom. Egy kis tükörtojással, grillezett paradicsom.
Mire veri, az is magát. Figyelj, szombaton nem jössz át hozzá megcsinálni egy jó bundás kenyeret? Igen, mert most nagyon csináltam a hétvégén családnak bundás kenyeret, és én naív feltettem ezt az Instagram oldalunkra. Hát azt az osztást, amit ott kaptam, hogy nem jössz át Lajos megtanítani, hogy hogy kell egy szép bundás kenyeret elkészíteni, mert apjában nem bonyolult, de a tárolásra még azért vannak problémák. Nagyon szívesen. Megtaníthatnám. De majd csak egy november vége körül, akkor ez egy kicsit szabad idő, amikor jobban ráérek az ilyen dolgokra. Jó, visszatérünk rá, jó? Vigyázz magadra, és örültünk. Jó, köszönöm szépen, én is örültem. Köszönjük szépen, Köbli Lajossal beszélgettünk, a Forma 1 egyik szakácsával, köszönjük szépen. Helyes, nem? Nagyon. Megfigyelj, komoly dolog azért egy ilyen helyen, ahol minden tényleg ezred másodpercre megy. Szerintem azért ott a kajánás sincs, hogy ó, bocs gyerekek, kicsit odakapott, vagy kicsit csúszott a dolog. Itt nem, kőprofinak kellene igen, minden. Nem lehet viccelni. Igen. Még Ricardo bátor a csirisbabbal azért elsőre, nem? Aha. Ez mi? Csirisbab? Ez csak a futam után van. Adjon egy tányérral, megkóstolom. Azért az egy bevállalós. Biztos. Az egy bevállalós. Tehát. 3 perc pontosan 8:30. Nem sokára jövünk vissza. Aki szeretne hármasugrás játszani, figyeljen, mert hogy mutatjuk a beugrót, és várjuk az első mobiltelefonos élményeket, mert hogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM. Pontosan 8:30 van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen szerencsé, hogy Ferinek nem kell dobni, mi? Igen. Dobjál be te helyette egy százat. Persze, bedobok én helyette egyet. Dobjál be. Nincs gond, így van. Milyen jó volt ez a kis szám, nem? Egy kicsit az Ergo találkozik a Ghostbusters szemmel, nem? Igen. Kicsit olyan volt. Na, többen kérdeztétek, hogy hol valami drága Gáborunk. Hangszálgyulladása van Gábornak, és emiatt nem tudta vállalni a szereplést. Töles kiütés. Igen. Megártott a puliszka. És bevert a hajdinakása. Így van. A felső porcon le akart szedni egy 30 kilós amarantos zsákot. Kiszakadt, ráömlött, és úgy nézett ki, mint a Vukban a két. Kik mentek át, tudod, a két részeg légy. Igen. Átmennek, és ilyen lisztesek lesznek a végén, meg nem tudom, na hát úgy ült az amarantos zsák alatt. Szerencsétlen. Gábor, szeretjük, imádjuk, jobbulást kívánunk neki, azért nincs soha, mert hangszál gyulladása van. Sokan kértetek, hogy legyen helyette Vali. Vali két hetente van csak. Vali két hetente húzza ki a gyufát sokaknál, hogy... Valival csak két hetente borzoljuk a kedélyeket. Rángatja meg a bajszokat az ország. Heti váltásban vannak. Na, 8:30 múlt pontosan 2 perccel, és ha valaki látja Ferit, adja vissza. Jó? Titokban valamit csinál. Jövünk a hírek után, és arról beszélgetünk majd, hogy pontosan ma 25 évvel ezelőtt indult útjára a mobil szolgáltatás Magyarországon, és hát erről ugye mindenkinek van élménye. Tényleg vagy azért, mert utáltad, vagy azért, mert nem volt, vagy azért, mert lehetett volna, de nem kaptál a szüleidtől, vagy utáltad azt, akinek már van. Mindenesetre tényleg hát mindenkinek van élménye az első mobiltelefon megvásárlásról, hogy veszteles voltál, nem is nagyon lehettél vás, ugye, mert egyetlen egy szolgáltató volt, aztán jött a Pannongi ISM, ugye, többek között például. Szóval, hogy hát van élmény a telefonokról, azok méretéről, hordásáról és minden másról. Úgyhogy erről beszélgetünk majd mi is. Tele vagyunk élményekkel. 8:30 múlt pontosan, 3 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt 1 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sajó Szöget belterületén mérnek Debrecen irányában. Szöcsi küldte nekünk, köszönjük szépen, vigyázzatok, ha arra mentek. Aztán budai alsó, pesti alsó rakpart beállt, nem nagyon lehet haladni. M3-as Budapest felé a 183-as kilométernél trafi. Nokiás Robi küldte, mint egy már ugye ráfűzve a témára. Bali mondta, Léci Szolnok felé a 4-esen Albert Irsánál most pokolt ki a KPM, köszi Logan. Árpád híd felhajtóján összetört kocsi áll, üdv kakas. Ha a 10-es út áll, akkor valószínűleg ez a budai oldalon van, és azért dugulhatott vissza, mert hogy nem írta meg nekünk a hallgató, hogy melyik oldal. Így van. Vigyázzatok akkor, jó? Vagy próbáljátok az Árpád hidat elkerülni. Ha valaki Szentendrén jön, akkor a Megyeri hídon menjen inkább, mert az Árpád híd elesett, nem lehet átjutni Budáról Pest felé. M1-es trafi, Óvár felé a 139-es kilométernél, Zsoltika jött nekünk, és Veszprémben a Házgyári úton van egy nagy baleset. Na, mi pedig ugye egy nagyon jó kis témával foglalkozunk, mert hogy a mai napon indult el 25 évvel ezelőtt a hazai mobilszolgáltatás, és hát mindenkinek van élménye erről.
hogy kinek milyen volt az első telefonja, a nagy-nagy kérdés, hogy panonos vagy-e, vagy veszteles, ugye, mert hogy ezek voltak a mostani cégek jogelődjei tulajdonképpen, és nektek mikor, mi volt az a nap, melyik nap, hogy jutottatok mobiltelefonhoz, miért vettetek, milyen, ezekről már lehet beszélni, hát ezek a telefonok már nincsenek. Ericsson 198, a klasszik Ericsson 198-as volt. Az első kihajtható oldal antenna, tehát így mellé volt rakva a készüléknek, meg volt fogva, és akkor így föl tudtad felhajtottad a féltégla. Egy soros kijelző, zöld fénnyel világított hátul, pálcika, kisszék, hóember, ez 11 óra 48 perc, és SMS nem fogadott, és azt hiszem, hogy 95-ben. Hát akkor már nagyon korán volt neked. Én mindig rohadt irigy voltam azoknak, mint ilyen antennás telefonjuk volt, mert annyira menőnek tűnt. Egyrészt utáltam őket, mert én is ez a bunkofon. Na, mert nagyon fontos ebből, hogy neked persze kell. Na, az előítéletek. De ugyanakkor meg, amikor így kihajtották az antennát, akkor így azt mondom, úristen. De menő, Hollywood. Igen. Nekem 21-10-esem volt először, ez a típus. Zsül valahogy behozott egyet. 21-10-es Nokia. Igen. A kiúzható antennás szintén féltégla, de gyönyörűnek tartottam akkor. Tehát azt gondoltam, hogyha ilyened van, akkor nincs nálad menőbb ember a földön. Jó, volt neked függönyhajad is. Volt függönyörűnek. Hát akkor szerettem a Backstreet Boys, és 21-10-esen volt. Szóval, hogy azért volt honnan elindulni. 21-10, ugye? És ez Nokia volt. Én 97-ben viszonylag későn lett mobiltelefonom, én ezt a Z Plus-tól kaptam, az NTV-től. Először enyém is céges volt. Nem akartak telefonált, az én személyi hívót vettek nekünk, felhívtál egy diszpécsert, és azt mondtad, hogy neki hívjál vissza. Bementél egy telefonfülkébe, és visszahívtál valakit. Vagány volt, mert ez addig csak ilyen mindenféle ilyen amerikai bűnügyi filmekben láthatod, hogy a zsaruknak az oldalán ott van ez a kis személy, megcsippan. De ugye mindannyian azt kaptunk, mindannyian azt vártuk egyébként, hogy kapunk egy telefont mi is. De nem, ezt kaptuk, és mindig keresni kellett egy telefonfülkét, akkor előkotrászni valahol a bélásokat, és akkor visszahívni, és meghallgatni az üzenetet. Ja, és nem, tehát nem jött a kijelzőre, a csipogó kijelzőjére, hogy ki keres, meg minden? Van, amikor csak szám jött. Ja, és akkor... Igen. Na, de visszatérve a telefonok régen, ezután megkaptam, talán tényleg egy 21-10-es volt, és... És hát amikor először elértek. Egy üzenetet még valamikor nem is tudtál fogadni, arra emlékeztek, hogy nem mindig tudtál küldeni, tehát nem volt még, ugye ebben a formában, csak hívni tudtál, és aztán valamelyik szolgáltató egy évre rá, két évre kitalálta a legnagyobb dolgot, a 3 másodperc ingyen beszélgetés. Én azt hiszem, talán Pannon GSM, az élvonal volt, ugye? És ők kitalálták a 3 másodpercet, arra emlékeztek? Hát az... Hív vissza! Az igen. Maga volt a csoda. Az maga volt a csoda. Egy ország beszélt, ingyen rájöttek, hogy ez nem jó biznisz. Ez igen. Nem jó. Nyugati óra alatt fél hat. Micsoda? És már nyugtad ki. Igen, szóval az egy szenzációs dolog volt. Mindenki 3 másodpercig beszélt ingyen. Hol vagy most? Ilyen vissza, de hogy találkozunk nyugati óra. Akkor még nem csüngtek a gyerekek a telefonokon. Csak 3 másodperc. De hogy volt, hogy először 450-es voltál, és aztán jött a 900, ugye? Igen, tehát, igen. Ugye, ez valami frekvenciát jelentett ez, hogy az igen. Átvitelt. Így 450 van. Hercen, vagy megahercen? Megahercen, 450, és aztán 900. És az már profi. És a ugrás. Hát figyelj, és utána jöttek azok, amikor elkezdődött a játékszerré válása a telefonnak, ne felejtsétek el, hogy infrán lehetett küldeni két telefon között csengő hangot, az megvan. Szembe kellett fordítani a két arra alkalmas Nokia készüléket, és át lehetett infrán sugározni, és nem hitted el, igen. És már így látod 90%, és megmozdult, és vége az egész. És vége volt. És szájtátva. Akkor küld át infrán az. A polifonikus csengő az. És a TVR7 hátoldaláról a 08-as kóddal letöltetted a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine című nem ismerted meg, hogy ez az a dal, és ott voltak a teletexten is. A polifonikus csengő hangokat töltöttél, és azt gondoltad, hogy a NASA-ban dolgozol. Tehát, hogy ennél már nem tud tovább fejlődni a technika. És várjál, nagyobb kijelzője volt, és ilyen kocka szegmensekből lehetett hátteret csinálni magadnak, űrhajó. Meg ilyesmi, és az is azt hiszem letölthető volt. Hát ha ma megnézel egy telefonnak a grafikus megjelenítését, hogy fényképet nézel rajta, meg minden, 20 évvel ezelőtt, mondom, ilyen kocka szegmensekből raktunk össze, mit én, a Pac-Man-t, meg a... Zseniálisak voltak. Hát nekem a 61-10-esemen, mert nekem az volt az első telefonom, mind a mai napig megvan, használtam, vásároltam, én is nagyon későn, tehát ugyan 97 környékén volt meg az első telefonom, használtam, vettem, marha büszke voltam rá, és azon mind a mai napig fenn van az a kis felkelő nap embléma, szintén ilyen kis kockákból, amit így ráraktam, nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon szerettem. Aztán egy kicsit később feltörtem, és a 65, várjál csak nem, 63-10 im
a business telefon. Az volt, amire a legbüszkébb voltam. Azt mindenki egyébként azt mondja, hogy, hogy mind a mai napig a legjobb Nokia. És aztán jött a banán Nokia, ami a Matrixban volt, a floppos, vagy nem tudom, a csúszós, ugye? Hú, de jók voltak. Fú, de jók voltak. Igen, ami törvényszerűen elromlott egy idő után, mert de hogy a kis izét, a kis mechanika az kikopott, és akkor mehettél, és cserélhetted ki. Igen. Azt mondják, hogy Vestel volt a három másodperc. Lehet, igazából nincs jelentősége, de hogy egy ország megtanult három másodpercben fogalmazni, azért az nagyon szép volt. Á, jó időszak volt, igen. És tényleg, amikor infrán átküldted, azt gondoltad, hogy ez nem fejlődhet. A kígyójáték. Kígyójáték. Hogy a mi gyerekeink már nem tudják majd, hogy nekünk még a kígyójátékon kellett megdönteni az országos csúcsokat, és a kígyó nem haraphatott ugye saját maga farkába, és hát rengeteg kis élelmet ettem meg, és megdöntöttem mindig a saját. Olyan primitív grafikai játékok voltak benne, de akkor az olyan volt, mintha valami ilyen űrtechnológiával játszanál. Nem? Az maga volt. Egyébként nem. Egyébként meg nem. Az volt benne az izgalmas, hogy vihetél magaddal egy játékot. Hát ugye az előtt már jóval rengeteg ilyen kézben hordható mindenféle kis digitális játék volt már, amik már sokkal fejlettebbek voltak, de ami a telefonba bekerült, akkor ott talán hú, és képzeles, ebben a telefonban már van fényképezőgép is, hú, de hát minden gyengébb volt, ugye, mint a rendes vagy a szóló fényképezőgép, mint a szóló videójáték, minden, de az, hogy a te telefonodban van, ez is Snake. Én úgy vettem mindig a telefon. Snake. Van-e benne Snake? Ha volt benne Snake, megvásároltam. A telefon nem tudta a Snake-et, vagy frissítették a Snake-et, vagy már volt olyan Snake, amikor kimentél az egyik oldal, és be tudta jönni a másik oldal. Azt már nem szerettem. Az már egy felturbott verziója volt a Snake-nek. Az volt a jó, amikor ugye hagyományosan tudtál menni. Színes kijelző. Ehhez képest ma hol tart a dolog? Tehát az, hogy Bluetooth-on átküldesz dolgot, az oké. De hogy a telefonod visz GPS-el, hogy letöltesz egy alkalmazást, és élőben nézed a teniszt, hogy tőzsdehíre, tehát hogy e-mail hova hát jutott, ez... nem, hogy szól, ha e-mailed van, hogy van olyan applikáció, hogy felrakod az égre, és megmondja, hogy milyen bolygók vannak feletted, és hol megy éppen a nemzetközi űrállomás. Tehát olyan szintű ugrás, hogy elképzelhetetlen volt, nem? Aztán ennek az alkalmazások 80%-át nem biztos, hogy használod. De van egy csomó hasznos benne. Hogy pulzust mér, hogy új lenyomattal tudod fixálni. Hogy látod, hogy hol van a barátod, hogy le tudsz tölteni olyat, hogy ha mindenki azt letölti, akkor látjátok egymást, hogy ki hol van éppen a városban. Tehát egy zseniális. A szolgáltatásoknak a harmadát, negyedét nem használjuk, amik rajta vannak a telefonunkon, illetve amire képes a telefonunk. Persze, csak hogy hova jutott a dolog, nem? Igen. Tehát, hogy ma az életed része, és internetezel, és függő vagy, és a közösségi háló folytatott életedet is ezen csinálod, tehát ma a telefon már bőven nem csak, igen, egy telefon, egy személyes tárgy, a fényképeződ, az emlékeid, az életed, a távirányítód, és ennélkül nem jutsz el sehova. Régen csak ha van Snake, ugye? Tehát hogy azért más funkciója volt a dolognak. Pedig egy csomó olyan szolgáltatás belezsúfoltok ugye a telefonba, amire már ki volt találva egy eszköz. Tényleg csak a fényképezőgépet tudom mondani, hogy azért elég hosszú időnek kellett eltennie, amíg mit tudom én, egy hagyományos ilyen kis kompakt gépnek a szintjét is elérte mondjuk az a fényképezőgép, amit beleraktak a telefonba. Igen. Nekem valami Nokia volt az első ilyen fényképezős telefonom. Hát az csuda volt. Csuda. Csuda volt? Hát de nem. Nem emlékszem, hogy mikor fotózott. A hangja, tudod, hogy... És olyan képet csinált. Hát a kijelző is olyan volt, hogy nem, egy ekkora, kétszer-két centis kijelzőn néztél egy rossz minőségű fotót, de írtózatos király voltál. Nagyon jó volt. Na, rengeteg SMS jött, úgyhogy jövünk az SMS-ekkel, jó? Kinek milyen élménye van? Kinek mekkora ugrás ez? Mi az, amit ma szerettek és ma használtok és imádjátok a telefonotokban, és mit imádtatok 20 vagy 25 évvel ezelőtt? Ezzel foglalkozunk. Jó, a hírek után rengeteg hozzászólás, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel, de előtte gyorsan mutatjuk a beugrót, a hármas ugrásra. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, csak hogy mit kell kitalálni? Figyeljetek! Na igen, kell kapaszkodni. Mutatjuk még egyszer. Na. Egy. Két előadó. Két dalcím. Vagy egy előadó, egy dalcím. Bármi jó nekünk. Jó, küldjetek el a jó megoldásokat, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. És ugye hát már a hírek előtt elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a mai napon indult 25 évvel ezelőtt a mobil szolgáltatás. Hát ez mindenkinek nagy élmény, aki már volt annyi idős, hogy vegyen, vagy ne vegyen, vagy kérjen, de ne kapja meg, vagy utálja azt, akinek van. Vagy előbb-utóbb megszerezze a hőnáhított kis Alcatel, Nokia, vagy nem tudom, mik voltak még kis telefonocskáját, és hát telefonálhasson vele, és belépjen a mobilozók egyre nagyobb tömegébe. Vagy például játszon rajta egy Snake-et. Ó, egy kígyó, nem hiszem el, lehet tölteni. Megőrülök. De várj, tudod változtatni, hogy milyen telefonon akarsz játszani. Nyom meg a gombokat, és akkor megy a játék. Megőrülök. Feri letöltött már ugye okostelefon egy alkalmazást, ami azt mutatja, hogy hogy nézett ki régen a Nokia telefon. Csak mondom, ez 6 pontot értem el. Hogy nézett ki régen, hogy nézett ki a billentyűk, mivel indítottad, és letöltöd a kígyóját. Igen, ez egy Nokia. Ez egy régi Nokia, igen, és az egész iPhone-nak az előlapja úgy néz ki, mintha egy Nokia-ját. Teljesen beteg. Teljesen beteg. Hangok, és tudsz telefont is változtatni rajta, hogy milyenen akarsz játszani. Hogy régen örültél, hogy játszhatod, ma telefont változtatsz, hogy melyiken akarod igen. játszani egy alkalmazással. Elképesztő. Elképesztő egyébként tényleg, hogy hova jutottunk. Ja. Na, rengeteg SMS és rengeteg hozzászólás, csak gyorsan előtte egy-két friss közlekedés, és akkor már is nézzük, hogy mit írtatok nekünk. Azt nézem, hogy van baj bőven a városban. Többen kérdezitek, mert láttátok a híradóban a nagy tüzet, ugye a Bakcsomóponnál, az Alkotás utcában. Megtörtént, eloltották, lehet haladni, úgyhogy jó jár a forgalom, nem kell kerülni. M3-as Budapest felé a 183-as kilométernél van egy trafi, valamint Szolnok felé a 4-esen Albert Irsánál már kint van a KPM, úgyhogy vigyázzon mindenki. Árpád hídon is hatalmas a káosz, visszadugul a Szentendrei út, mert hogy összetört egy autó, és Budáról nagyon nehéz átjutni Pestre. Imre központtól befelé a Nagykörösi út is be van állva, lépésben haladunk, Linda küldte nekünk, a 10-es út áll, mint minden reggel, valamint van egy hatalmas baleset Veszprémben a Házgyári úton, Nagadir küldte nekünk. Köszönjük szépen. És akkor az SMS-ek, hogy mit írnak a hallgatóink. Motorola D160, pici antenna, 1997-ben katona voltam, karácsonyra vettem, 116 forint per perc. Ezekről még nem is beszéltünk, tényleg a percdíjak, emlékeztek? 200 forint, 150 forint, olyan percdíjak, hogy az valami elképesztő volt. Téged hívtak, akkor is fizettél. Az elején még volt, az hogy téged hívtak, és azért is fizettél, igen. 116 forint. Az antenna meg tudod, miért itt, hogy kicsi antenna? Mert azt extraként tudtad megvenni. Az antennát? Arra nem emlékszem. Lehetett cserélni, nagy volt, eredetiben nagy volt, és valaki csinált hozzá egy kicsit, és az külön pénzért tudtad ki kell csavarni, és beraktad a kicsit, és akkor és már a kis antennát ott menő voltál? Így van, nagyon menő. Én arra emlékszem, hogy a Travoltát láttam a Ponyveregényben kihajtós telefonon a telefonálni, és ott átálltam a Nokiáról a kihajtósra. És vettem ezeket a pici ezüstszínű kis motorolák, emlékeztek? Igen. Ki ilyen flip-flopos kihajtós. Meg volt az Ericssonnak még az a piros Ericsson T, nem tudom mi, lehajtós. Befejezted a beszélgetést? Céges telefonként volt egy olyan Ericssonom, mindig eltört. Kék színű. Igen, a lehajtós. Lehajtós, igen, és annyira éreztem, hogy kinyitottam, és akkor így... Igen, de azt lefele hajtottad, annak lefele volt igen, a hajtója. Igen, igen, igen. Hú, zseniális volt, egy soros kijelző. Úristen, te menő volt. De hát, akkor igen. Akkor igen. Én is úgy telefonáltam, a kis motorolámmal telefonáltam, két kézzel utána becsuktam, és azt mondom, ki az a Travolta. Aztán lejtettem, és soha többet nem indult el. Igen, régen 4 kilós, most 4G-s mobilok. Mi jöhet még, kérdezi egy hallgató. 16-10-esen volt az első 98-ban, akkor voltam 16 éves, 10 000 forintért vettem át előfizetéssel, akkor csak az volt a tesomtól, kertésznadrág első zsebébe beletettem, és lehúzta a nadrágot. Persze hívni nem tudtam senkit, mert a baráti körömben senkinek nem volt. A barátnőm apja azzal szórakozott, hogy megcsörgetett és letette. Akkor még nem tudta, hogy kiírja a nevet. Később kaptam üzenetközpontszámot, amit ha átírtunk, ingyen lehetett SMS-t küldeni. Kijött a 17 000-es számla, kiderült, hogy ez csak a másik szolgáltatónál működött. Jó idők voltak, Ágika küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló! Hello, Gábor! Sziasztok! Na, neked mi az első emléked? Hát az első emlékem az a táska Ericssonokhoz kapcsolódik. Ó, hát ez... Ugye ez a szinte aktatáska méret, de hát nekünk volt egy speckó. Biztos megvan ez a sztori, hogy ezeket lehetett hackelni.
Na, hát ezt mindig csak hallottam, de sose találtunk olyat, aki valójában meg tudja csinálni. No, hát igazándiból én sem tudom, mert ugye annak idején nem SIM-kártya volt, tehát ez a 0660-as Ericssont elmentél, megvetted, akkor megkaptad a telefont, aminek volt egy száma. Azt lehetett hívni. És akkor valahol Csepelen volt egy srác, aki szétszette ezt, és hát ugye még semmi internetkorszak, meg hát nem tudom milyen komputerek, de rájött, hogyha valamit valamivel kicserél, akkor lehet neutralizálni ezt a készüléket, nem lesz száma, viszont egy adott kódsor beütése után arra a számra áll rá, amit én kiválasztok. És tehát ha neked volt egy számod, és tudtam, hogy 0660 bármi, akkor ugye kettős kereszt, és a végén, ha téged hívtak, nálam csörgött. És hogyha telefonáltam, neked számlázták. Én erről hallottam, de sose találtam olyan embert, aki ezt meg tudja csinálni. Kikódolod, bekódolod, beütsz egy kódot, és akkor a hívó fizeti, vagy valaki más fizeti. Ez volt. Akkor ez létezett. Létezett, aztán azt hiszem, a Vestel hamar fölkapta a srácot fejlesztőnek. Aha. De hogy volt. Egész pontosan nekem 3 ilyen volt a haverommal, ugyanis ezt elég jó pénzére el lehetett adni. Tehát, hogy aztán 80 ezer forintért vettük. Árultátok a kódot? Nem a kódot árultuk, a készüléket. A készüléket, aha. Mm-hmm. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon vicces volt, mert hogy ugye mindig néztünk számot, vagy a sárga oldalakba, vagy pedig a rádióba hallgattuk, hát egyszer a Juventus rádióra ráálltunk, és akkor mondjuk percenként csörgött a telefon, mert éppen föltettek egy kérdést, hogy ki volt a 2-es DMC-n a fellépő, és 30 másodpercenként megcsinált a telefon, és beleortította valaki, hogy Tuánzi, mit tett DJ Bobo. De nagy! Úristen, de jó! És utána egy darabig még ugye vittük, hogy jó, nyertél két ruhatárgyet, de aztán egyszer csörgött, hogy széljutasi vagyok, add már Zsófit, és akkor olyan gyorsan leálltunk róla, mert azt akkor már nem akartuk színezni. De hát egyébként meg az ismerősökkel, ugye ezzel úgy lehetett pénzt keresni, hogy mondjuk ráálltunk péntek délután 5-kor a sárga oldalból kinézett valamilyen nagy cég számára, és hétvégén az ismerőseink Hongkongot hívták, bármit, mert ugye hát kvázi ingyen volt. Ó, de hát nektek volt de ingyen. És utána dupla áron eladtunk, tehát az 3, mert utána gyorsan még vettünk 2-t, és azokat elég jó pénzért emiatt el lehetett adni. Hát aztán persze visszakerültek kellemetlenebb sztorik is, mert volt, aki mit tudom, egy büntetésre használt, tehát volt valamilyen szerelmi cucc, és akkor a srác meg a másiknak már volt saját 0660-as száma, és akkor fölhívta a Fehérházat péntek délután, ahol ugye automata vette föl, és azt úgy rárakta töltőre a telefont, és az egész hétvégén félrerakta az automatát a Fehérházzal. Atya Isten. Tehát, hogy az elég kellemetlen. Gábor, köszi, hogy elmondtad, köszi, ciao. Hello. Ha volt ilyen reklám régen, erre emlékeztek? 0660, bemutatja! Hogyan kölcsön? Keresed be! Nem hiszed el? Figyelj! A csirkés, emlékeztek, jött ki a tojásból a telefon. Már nettó 19.900 forinttól. Takarítsa meg a belépési díjat, és telefonáljon a legkedvezőbb mobiltelefonjával. Dallam a végén. Ez volt a dal! Vesztel 0660, úristen! És akkor ez volt a nagy kérdés, vesztes vagy. Nem tudtad egymást írni, ugye? Drágább volt a perzéd, tehát az volt a jó, hogyha azonos előfizetőből szolgáltatod volt, mert akkor tudtál egy kicsit olcsóbban beszélni. Ha másik hálózatban voltál, nem voltál a barátom, mert nem tudtalak fölhívni. Mondjuk ez a 19.900 azért az akkor adott. Iszonyatos. Az egy kemény összeg volt. Iszonyatos pénz volt, persze. Itt van Kriszti. Halló Kriszti, jó reggelt. Hello. Hello, itt vagyok. Na, te mire emlékszel? Hát én arra emlékszek, hogy megvettük az első mobilt, és nagyon messzire kellett gyalogolni ahhoz, hogy tudjunk rajta telefonálni. Hát, de azért volt, mi? De nem volt érerőtök, ahol használtátok volna? Nem volt. Mi agyvendégiben lakunk, a Janinak mondanám, hogy... Igen, tudom. Igen, és az elágazásig kellett nekünk gyalogolni, hogy legyen térerünk, 36. Atya Isten! Csak oda sétáltatok... Vagy a templomhoz. Oda sétáltatok, felhívtatok valakit, majd hazamentetek? Igen, így van, és ez nekünk olyan élmény volt, mert akkoriban nagyon menő volt a mobil. Ezek a települések nagyon el vannak szegényedve, hogy mi tudtunk venni ahhoz, hogy használjuk, hát mert nekünk az élmény volt, hogy oda elgyalogoltunk. Igen, de téged ugye nem lehetett hívni, mert ott, ahol te éppen voltál, nem volt térelő. Igen, így van. Hát Szandicska egy pici kis völgyben van benne, és hogyha ha Szandicskai vagy, fel kellett menni a padlásra, hogy megjelenjen. Nem, azt tudom, hogy te agyvendégben laksz, de a Szandicskaiak például felmentek a padlásra, hogy megjelenjen egy kis csík a telefonon, vagy pedig fölmentek az elágazásig, vagy pedig a csősztoronyig, ami fönn van ott a falu fölött. Így van. Atya Isten, milyen idők ezek. Köszi, hogy elmondtad. Még előkerestem gyorsan ezt a telefont. Milyen telefon volt, emlékszel erre? Hát Nokia, meg is van. Nokia, ez a kiúszható antennás kocka?
Igen, így van, már az álmot se látni rajta. Az, 21, az a 21-10-es volt, ez a nagy kocka féltégű, a kiúszható antennával, az a 21-10-es. Mindenki foggal húzta ki. Foggal húzta ki, és gyönyörűnek gondoltad. Milyen szabályos, milyen forma tervezett. Milyen gyönyörű. Kriszi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szia. Üdvözlöm a kollégáimat, ha hallgatták. Hát biztos, reméljük. Reméljük, puszi. Mondják, hogy függő vagyok. Jó, köszi, ciao. Hello, hello. Szia. Azt mondja, hogy az első telefonom egy babapiskota formájú Alcatel volt, szerettem önvédelmi eszköznek is, jó volt nyakbaakasztónak, 4-es húróval könnyedén csináltam rá lyukat, kibírta. Kétszer meg is simán húztattam, de túlélte, hát ezt küldte nekünk. Ledes hívás jelző az antenna helyett az Ericssonokra fel lehetett tenni. Nagyon jó volt, igen. Azt mondja, édesapám hűséges ember, a mai napig Nokia 6230-as telója van, veszteles kártyával. Ha szervizbe viszi, nem hiszik el. De jó, úristen. Az első bunkóforom egy kiúszható antennájú Motorola volt, ha beszálltam a liftbe, elment a térerő, és még magyarul sem tudott. Zsolt küldte nekünk. Azt mondja, hogy állandóan tuningoltuk a telót, emlékszem, rövidebb antenna, cserélhető előlap, cserélhető előlap, átlátszó hátlap. Tényleg cserélhető előlap, úristen, feltuningoltad hát a telefon. Ericssonnak volt először, ez igen. A kis, nem is tudom mi, azt hiszem 628-as, itt van, mert én ezt már kikerestem, mert nekem kék színű volt, és ilyen rettetes ronda. De olyan ronda kék, hogy nem értetted, hogy hogy tudnak olyan ronda kéket csinálni. És körömmel, akkor ki tudtad pattintani ezt a régi előlapot, és be tudtál pirosat, sárgát. Vagy a másik nagyon ronda sárgát, tehát hogy nem volt jó választás. De, vagy nagyon ronda piros volt, vagy nagyon ronda kék volt, nem tudtál szépet betenni. Tehát semmi nem volt szép, de legalábbis. Elő volt. Mai szemmel, igen. Én a Nokia 3210-esen dallamszerkesztővel csináltam a csengő hangokat. Füzetbe volt beleírva minden híres dall, dallamszerkesztős változata. Tényleg is be kellett pötyögnöd. Be kellett pötyögnöd. Kettős kereszt szám, kettős kereszt szám, és akkor lejátszotta. Igen, első mobilos élményem, a lakatost hívtam a retyóról, mert beszorultam, életet mentett, Csaba küldte nekünk. Igen, régen egy megadott listáról lehetett bepötyögni a csengő hangokat. Hányszor rontottam el? Kriszti üzente. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Attila, hello! Na, neked mi volt az első? Hát, ott egy... Te még ma is ezen beszélsz. Igen, az a baj. Egyben, és hát akkor mi úgy működött, hogy bementünk a Westerhez, és kávéval és teával kínáltak. Hogy mit iszol, és akkor utána hozták a választékot, aztán volt még a Benefonnak egy ilyen tégla formányú telefonja. A két vagy három készülék közül lehetett választani. Attila, megmondom őszintén, viszonylag keveset hallottunk ebből. Vagy nincs térerőd, vagy azóta tényleg nem cseréltél telefon. Nem hallunk nagyon, nincs térerő, letesszük. Jó, na, bocsánat. Sajnálom. Köszönjük, ne haragudj, csak tényleg okay. nem volt élvezhető. Köszi, ne haragudj, ciao, hello, hello. A kihúzható antennás telókat szokás volt foggal kihúzni, szinte az összes igen. Antenna vége meg volt rágva, zseniális volt, Kámesz küldte nekünk. Egyébként tényleg, hogy ilyen, hogy hívják nála, ilyen használt telefonásnál nézegeted a kirakatba a telókat, akkor azt láttad, hogy mindegyik antenna menő volt, rágicsálva. Zseniális SMS, amit Kriszta ír, 25 év alatt sokat változott a mobilozás. Először arra törekedtek, hogy minél kisebb legyen, most pedig arra haladunk, hogy megint egyre nagyobb legyen. De tényleg így van, hogy a kicsi, minél kisebb, igen, minél kisebb, igen. Ugye? Aztán rájöttek, hogy azért ezt a távolságot már itt, ami a füled meg a szád között van, ezt nem lehet a végtelenségig kicsinyíteni. Hát szerintem igazából még nem is, mert ezek a kis kihangosítók, tudod, amit így fülbe lehet patintani. Persze. Az is tudja, inkább azt, hogy a sok funkciót már nem láttad azon kijelző, a kis kijelzőn. Persze, a kijelző, hogy tud használni, meg hát ma annyi mindent tud csinálni. Pont tegnap csodálkoztam megint rá egyébként, van egy nagyon szeretett alkalmazásom, egy sima applikáció, Tenisz TV. Tehát mentem tegnap erre a közönség találkozóra, és a Nadalnak a meccsét piros lámpánál természetesen letámasztottam a GPS mellé, és egy alkalmazás segítségével élőben néztem a Shanghai Masters-t. Szóval, hogy azért ez jó volt a kígyójáték, de nem biztos, hogy az ember visszasírja, de nem így van. Hát. És egy sima ilyen tenisztévés alkalmazással a világ bármely pontjáról azonnal tudsz bármilyen tévéadást nézni. Vagy van egy másik, az is baromi jó, nem mintha sokat használnám, mert rengeteg értelmetlen alkalmazásom van. Ezt is mondtam már talán, ez a Film on TV nevezetű app, ami a világ összes csatornáját azonnal 3G-n behozza neked. Tehát azt mondod, hogy az Al Jazeera-t akarod nézni, vagy a CNN-t, és ülsz egyébként a Szolnok Budapesten, és van 3G-d, akkor az összes, a világ összes csatornáját, bármelyiket megszerzi, és azonnal behozza. Tehát BBC-től kezdve az arab televíziókig bármit tudsz nézni, több száz csatorna van benne. Zseniális. Semmire nem. Aha, és téged a pókháló nem zavar az elején? Jó, kicsit a kijelzőtől. Én az amerikai Late Night Show-kat például ezen nézem. Vagy például, amit a Király Viktort akarod nézni a Voice-ba, akkor ezt letöltöd,
megnyitod és nézed, nézed az amerikai csatornán, zseniális. 96 Motorola 5002, használta 80 ezer forint. Kihúzható antenna, vastag aksival, 4 óra, egysoros FF kijelző, SMS, NUKU, térerő, NUKU. Emlékeztek azokra a telefonokra, amiben elemet tudtál tenni, és ha nem volt aksid, még elemet tudtál beletenni? Motorola volt. Talán nem? Motorola volt. A Motorola vagy volt. Alcatel. Vagy igen, négy ceruza elem hátul. Nem mondta, hogy nem volt zervilág. Kivetted az aksit, beraktad a ceruzámlát, és azt mondod, hogy tökig van az aksi. Nem volt praktikus. Egyébként, ha lemerült, csak négy elem is. Kicsit te visszasírod ezt a világot. Te ezt szeretted? Egy picit igen. Én imádom a mostani telefonomat. Egyik hallgatónk írja, hogy mikor volt az első vendégtöltésem. Hát rögtön. Jó, szinte csak az volt. Még a boltban. És amikor azt mondták, hogy menj haza, süsd ki az aksit. Igen. Le kellett meríteni. Merítsd le. Igen. Ugye, ha lítiumos, akkor már nem kell, de ha nem lítiumos az aksid, akkor merítsd le teljesen, csak úgy töltsél rá, mert egyébként tönkre megy az aksid. Mm-hmm. Vagy kisütötted, vagy lemerítetted. Hát vagy teljesen. Nem lesz az élettartam olyan hosszú. Igen. És aksid formatáltál. Úristen. Igen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Hello, András. Na, neked mi az első emléked? Hát nekünk is ilyen úgy volt, Kár, hogy amiki a 20-10-es telefonom volt rá az első, azt fel kell tenni a tekintetére, hogy térő legyen. Most ez minden nagyon szép és jó, addig még édesanyám le nem rántotta, rá nem is ott az én lábújamra. És hát, hogyha el nem is tört, de mondhatni megzúzódott a lábú, én két napig alig bírtam ráállni. Mi volt? Milyen Nokia? Mi volt? 21-10-es? 21-10, nem tudom. Kihúzható antennát. Még nem lehetett vele SMS küldeni, és befogadni. Nagy terem volt, állom, 129 ezer forint éveztem akkor. Tényleg ilyen nem árak nem voltak, úristen, igen, tényleg, igen. Elképesztő. 126 forintos percdíjmel lesz. Hát most is vannak ilyen drága telefonok, csak akkor az jóval több pénz volt. Tehát akkor ez rengeteg pénz. Hát igen, akkor számítani. Mondjuk egy átlag fizetés volt 40 ezer forint. Igen, elképesztő, szóval 120 ezer volt, igen. Hihetetlen. Igen, és megrepett a lábújad, amikor ráesed? Hát így teklítjük a kevéssé lábújad. És merem mondani, hogy azóta ezért fáj nekem mindig így kb. 2-3 havonta. Én ezt merem állítani, mert mindig belejön egy ilyen gőr. Jön egy hidegfront, és eszedbe jut a 20-10-es telefonod. Mi, hogy belenyilal a lábújadba. Azóta mondjuk én végigtettem az összes lehetőindő készüléket, szóval amiket eddig most végigmondtam, az nekem totál nosztalgia volt. Én nagyon sajnálom, hogy én nem tettem el a telefonjaim, de annyira örülnék, ha ezek meglennének. A legelső, nekem volt még olyan Nokiám, ami ilyen narancsárga volt az előlap, és világított körbe, olyan ronda volt, hogy el nem hiszed, olyan sokan használták azt a típusú Nokiát, már egy kicsit ilyen formatervezette volt Motorolámat. Én nagyon sajnálom, hogy ezek nincsenek meg. Hát én is sajnálom, a tevemben egy csomagtartó szerintem. Igen. Volt olyan 51-10-es, ami betonkeverőbe esett bele és működött. kellett még olyan akkumulátort kellett hozzávenni, ami rezgős volt külön, és az már extra funkció volt. Úristen, tényleg azt hiszem, talán igen, ezek a flip-flopos Ericssonok hozták be a rezgős aksi, igen, és igen, rezgett az aksit, és nagyon menő voltál, ha rezgős aksi volt. Igen, és aztán már lehetett utángyártott rezgős aksikat is vásárolni, én is vettem magam. Nyilván vettél utángyártott aksit. Hogy beszartál, amikor először rezgett a csebedbe? Persze, de nem tudtam mi az. András, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Villamoson ülve egy fiú megkérdezte, hogy vagy, én válaszoltam, kösz jól. Ő azt mondta, várj, egy hülye nő itt ül mellettem, és válaszol. Nem láttam, hogy a kezében van egy telefon. 97 márciusában 74 ezer forintért vettem meg egy Motorola mobilt. 2 hétre rá teherautóval beleborultam a kisoroszi bányatóba. Ott szó szerint úszott a telefonom. Még a kórházban is azt sirattam. Ezt Sanyi küldte nekünk. Tesom küldött Angliából egy banán Nokiát. 81-10-es. Banán Nokia. Sose volt olyanom. Mielőtt itthon játszották volna a Matrix című filmet, abban olyan volt, a sétáló utcán a neperek ki akarták tépni a kezemből. Minden plusz pénzt megadtak volna érte. Iszonyat király csávó voltam vele, még megvan a telefon. Képzeld el, hogy kijössz az első vetítésről. Premier. Matrix. Kijössz? Neked olyan van. Telefon ki? És alakítsz, hogy átnéznék, és úristen, egy isten. Aj, nagyon jó volt. Nektek hány alkalmazás van most a telefonotokon, amit nem használtok? Ami teljesen értelmetlen, és nem használjátok. 30. Én most letöröltem egy 25-öt, és még így is 4 képernyőnyi alkalmazás van úgy tele, hogy nem használom, hogy ezért hova jutott ez a dolog, nem? Jézus, tényleg nagyon sok. Ahhoz képest, hogy telefonáltál, meg SMS-t írtál annó. Nem. Azért érdekes. Ma meg nem látsz már beszélgető, mosolygó embereket, mert mindenki bele van bújva a telefonjába. Tehát iszonyatosan addiktív a dolog. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk.
Hármas ugrást, már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Várjál, valami elindult, megállítjuk. Gergő, hello Gergő, honnan hívtál minket? Hello, Budapestről. Budapestről. Hallgattad az előző fél órát? Van élményed, vagy emléked? Hát nekem olyan emlékem van, hogy volt régen még diákkoromban egy Alcatel telefonom, és mindig így maximálisan állítottam a hangerőt a vonaton, hogy amikor hívnak, akkor így hallják a többiek is, hogy csörög a telefonom. Borzalmas volt a csengőhang, de sose hívtak igazából, úgyhogy hát tulajdonképpen ennyi sztorim van erről, de... De verekedni meg ilyesmi nem volt ilyen nagy telefonokkal. Ez is jó volt, egy menő csengő hangból is soha senki nem hívott föl. Ez is jó. Na, mit hallottál, Gergő? Mit ismertél fel? Hát hallottam Manny Kravitzet. Volt, nagyon jó. David Bowie. Az is volt. Meg, azt hiszem Adél. Adél is volt, ez már csak szorgalmi feladat, de igen, ügyes vagy. Adél volt az utolsó. Igen. Így van. Igen. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Közepeseket írtál? Közepesen könnyek. Tehát az átlagos közepesnél könnyebbek, de a könnyebbek között közepesnek számítanak. Ezek valóban elég könnyűek. Lehetnének a könnyűn belül is még könnyebbek, vagy esetleg nehezebb a könnyebbeken belül, de ezek most közepesek a könnyebbeken belül. Na figyelj! Nem lehetne könnyűt. Könnyű, ezek nagyon primitív kérdések. Na. Jó, szóval nem a kérdések azért, valamelyikre nem tudod a választ, picit kellemetlen lesz. Nem azt mondom, hogy János primitív, de nem erre gondolok, de baromi könnyű tényleg. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik labdarúgó kapta idén az európai aranycipőt? A Ronaldo. Így van. Cristiano Ronaldo, nagyon jó. Tehát azért ez nem volt egy nehéz kérdés, nem? Nem, ez nem. 3 napja mindenki erről beszél. Igen. Baseball sapkáért menjünk tovább? Uh-huh. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik más néven a megkövesedett fenyőgyantát? Hát az a borostyán. Így van. Na, látod? Jó. Megy ez? 6 éves gyerek is tudja. Menekülsz a primitív kategóriából. Igen, nagyon jó. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát egy könnyűt talán, ha adnátok, azt megköszönném. Hát a harmadik azért, az már általában nem könnyű. Nem, bevállalom. Jó. A könnyebbek között nehezebbnek számít. Így szól a harmadik kérdés, Morning Show-s óráért. Melyik évben jutott fel az űrbe az első magyar műhold, a Maszat 1? Hát, vagy 2 vagy 3 éve lehetett. Picit. Precízebben. Na, mondj egy évszámon. 2 éve. Mondjuk 2013. Nem. Egyet évettél, 2012 a jó megoldás. Hát jó, nem baj. Nem. Marad a bum, még bumozhatunk egyet, mennek az ajándékcsomagok. Kemény legyél. Haló. Mit csinálsz? Semmit, csak... Én most izgulok. Nem tudom, hogy mit csináljak. Bumozzunk egyet. Bum. Jézusok. Ugye már elment az összes ajándék. Hát ez mi volt, úristen, de szerettem. Figyúsz? Bum. Először hallottál ilyet? Nem hallottam, mert itt izé mentek a buszok. Jó. Hát figyelj, nálam jelez. Egyébként a kutya fáját, hát nálam jelez. Hát nálam is van valami. Hát gyárját neki, nálam bejelzett. Ilyen bumot a szoftver már nem hallott. Mióta megalkották. Ez felfoghatatlan bum volt. Gergő, így még soha nem bumozott senki. Ó, köszönöm szépen. Konkrétan úgy tűnt, hogy fogalmad nincs, hogy mit kell csinálni. Nem. Talán így is volt. Eltűntél egy ilyen fél percre. Van egy nagyon szép ajándékcsomagod. Jaj, köszönöm szépen. Na most mondd meg. De jó. Mit szólsz? Köszönöm szépen. És ezen kívül van még egy játékunk. Ó. Oh. Húha. Igen. Itt maradsz velünk lejátszani? Ó, szívesen. Miről lenne szó? Egy okostelefon nyerhetsz. Egy újabb bum, de csak sajnos 25 percünk van. Nyerhetsz egy okostelefon. Ó, de jó. Fú, most még jobban izgulok. Tényleg? Az neked nem tesz jót, mert akkor fél percre kiesel. Hát így. Ja, eltűnik. Egy kérdésre kell jól válaszolni. Igen. Oké? Igen. Jöjjön a kérdés? Igen. Ez volt a kérdés?
Na jó, ne. Ó, És jól válaszoltál. És jól válaszoltál a kérdés, az volt, hogy jön a kérdés. Hány üzletben lehetett 25 évvel ezelőtt mobil készüléket vásárolni? János mondja az alternatívákat. A alternatíva. A lehetőség. 10. B. 1. C. 4. Tehát 10, 1 vagy 4. Ne kapkodj. Hát akkor nagyon kevés lett. Hát, Nagyon. Szerintem 1. Te jó vagy! Na, sikerült? Igen. Megvan az okos telefon, Gergő. Ne. De. Köszönöm szépen. Egy szép Samsung Galaxy-d van. Wow. Nagyon szépen köszönöm, ez tök jó. Na. Örülünk, hogy örülsz. Küldjük neked, jó? Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A betyárja. Hát ezt oda csak. Tombos bum volt. Nagyon komoly bum volt. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40. 3:40 lesz pontosan. 3 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ha jó sűrű ez a reggel, jó sok minden történt. És egy jó boom is volt benne. És volt benne egy kiváló boom is. Így van. Na, M3-as Nyíregyháza felé, Nagy Dugó Gödöllőnél már az M31-es is beállt. A Ferrari is küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bakscsomópontnál az Alkotás utcában már kiválóan lehet haladni. Eloltották a tüzet, nyugodtan menjetek arra. Lehet, hogy lesz egy pici dugó, de az leginkább már csak a nézelődők miatt van. ML3-as Görbeháza irányában szintén trafi van, vigyázzon mindenki, valamint Balaton-Almádi és Balaton-Fűzfő között is a 71-es főúton szintén mérnek, ezt Csilla küldte nekünk. Albert Irsánál már kipakolt a KPM, vigyázzatok, Árpád híd Buda felé abszolút elesett, elég nagy baleset van rajta, és emiatt a 10-es út is visszadúlt, valamint a Szentendrei úton is nagy a dugó. Na. Mutatjuk akkor, mivel foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt. Felhívtuk a Red Bull Forma 1-es csapat egyik szakácsát, Lajost, mert hogy Szújó Zoli megemlítette nekünk a múlt héten, hogy van egy magyar szakács, aki nem kisebb neveknek, mint Vettelnek, Ricardónak, magának Bernie bácsinak. Bernie-nek. És Niki Laudának. És Niki Laudának is összeüt néha egy káposztás fekedlit. Úgyhogy beszélgetünk Lajossal, és egy érdekes világba pillanthattunk bele. Ezen oldaláról a Forma 1-et talán kevesebbszer látja, vagy ismerheti az ember. Nem? Teljesen más ez a világ. Ha persze, nem sose. A átlagember oda nem mehet be. Nem nagyon jutsz be. Igen, Lajossal beszélgettünk. Valamint leteszteltük Ferit, mert Feri kiváló halad egyébként a leszokás útján. Hősiesen bírja a dohányzás nélküli életet, a megpróbáltatásokat, és ahogy ezt én már évek óta mondom nektek, minden fejben dől el Ferencnek, ez eldőlt fejben, és abszolút zökkenőmentesen szokik le, de nem mi lennénk, ha azért természetesen ennek nem járnánk utána, nincs benne valami turpisság, úgyhogy Ferencen vértesztet hajtottunk végre. Többen pánikban vannak esve, ugye én nem tartozom közé, Balázs az egyik, a másik pedig a fodrász, akinek valószínűleg decembertől le kell mondani a vastag jaktról. Pukja a jaktot, igen. Találtunk az interneten egy olyan tesztet, ami megmutatja, hogy az elmúlt egy-két hétben dohányoztál-e. Ez egy bizonyos vérteszt, kotinin teszt, és ugye ez megmutatja, hogy Ferenc esetleg bűnözötte egy kicsit úgy, hogy mi arról nem tudunk. Éltünk a lehetőséggel, és meghívtunk egy csapatok, akik megcsinálták ezt a tesztet, a következő pedig ugye egy here szövettani vizsgálat lesz majd, egy here biopszia. Ez a következő, amit Ferenccel jövő héten szintén végrehajtunk. Magból vércseppet, így van. Na megmutatjuk, mi lett a teszt eredménye, és miről beszélgettünk Lajossal. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. Ha mondja, hogy Morning Show, jövi az ajándékcsomag. Ha felveszi, de nem mondja, akkor nem jövi az ajándékcsomag. Viszont van egy másik nyeremény, ami még az övé lehet. Köszönjük, hogy idéztél a szabálykönyvből. Nem áll. Morning Show. Oh, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Nem írtad alá. Elnézést, Zsolti vagyok. Zsolti, hello Zsolti, hol hallgatsz minket?
Jelenleg Dunakeszin vagyok. Dunakeszin. Zsoltikám, írtál nekünk SMS-t, hozzászóltál te is a mobilos témánkhoz. Azt írta nekünk, édesapám hűséges ember, a mai napig Nokia 6230-as telója van veszteles kártyával, ha szervizbe viszi, nem hiszik el. Ez tényleg így van? Így van a mai napig. Hát ez zseniális. Használja még rendesen? Igen, igen. Most sikerült rávennem, hogy váltson, most beszerzett egy okos készüléket is, de a 30-as szám az még a mai napig él, a veszteles. Nem fogja szeretni az okostelefon, szerintem vissza fog vágyni a 6230-asára. Jól van, te vagy a naphallgatója, szerettük, ez egy nagyon szimpatikus kis SMS volt, és nyerhetsz még valamit, ha jól válaszolsz egy kérdésre. Benne vagy? Persze. Na, van segítséged, vagy egyedül vagy? Nincs, egyedül dolgozok. Egyedül dolgozol. Na figyelj, így szól a kérdés. Mehet? Mehet, persze. Mekkora volt a súlya a 25 éve használt mobiltelefonnak? Segítünk egy kicsit. János, mondod? Mondjam. A. 9 kg, B. 2 kg, és C. 4 kg. C. Micsoda tudás! Jó vagy! Zsolti! Ügyes vagy, Zsolti! Nyertél te is egy okostelefon, csak hogy még jobb napod legyen az ajándékcsomag mellé. Komolyan? Bizonyám. Aha. Köszönöm. Ne, egy Samsung Galaxy-val még így megdobnánk téged. Mit szólsz? Nagyon örülök, köszönöm szépen. Egy Grand Primal. Egy Grand Primal. Yeah, csak hogy nem mást várjan akkor. Bizony. Ügyes vagy, gratulálunk. Egy ajándékcsomag is egy mobiltelefon. Jól indul a reggel, nem? Az biztos. Most vagyok először naphallgatója is, úgyhogy nagyon örülök. Jól van. Köszi. Köszönöm szépen én is. Szép napot nektek. Ciao, hello, hello. Hello. Ciao, szia. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Én arra emlékszem, amikor volt egy hasonló Nokia, mint ami előtted van, csak a, nekem az egyen rosszabb verzió volt, aminek még háttérvilágítása sem volt. És aztán mindenki mondta, hogy nem az a menő, hanem az Ericsson. És egyszer valami ismerősnek az ismerősével elcseréltem egy az egybe, tehát nem kellett ráfizetni, és az Árpád hídnál ott a felüljáró alatt találkoztunk, és én annyira féltem, hogy ő meg fogja gondolni magát, ha meglátja a telefonomat, hogy elfutottam, mikor kicseréltük. És mert én nem hittem el, hogy valakinek az a telefon kell. Tehát akkor én már akkor használtam egy-két éve, és... Mennyire csövesztori, lehúztál valakit egy telefonra, majd elrohantál. Le, mert ráadásul nem én szerettem volna elcserélni, hanem szólt az ismerősöm, hogy valakinek kellene egy ilyen, hogy én odaadnám-e egy Ericsson. No persze, azonnal lecsaptam rá, és aztán féltem, hogy meg fogja gondolni magát, vagy kész átverés, vagy valami, hogy kinek kell ez. És elfutottál. És aztán közi elhol, hogy mennem kell, és így konkrétan elsiettem. És még hallottad, hogy de ne haragudj, azt hittem, ez az avázi. Az avázi csak. Azóta keresőt, igen. Jó van, Csabikám, remek zenék? Remek zenék. Avicit hozom nektek, ismeritek azt a... De jó lesz. Hogy ne ismerik, nagyon jó. Az összeset hallottuk már nagyon sokszor. De van ez a stílus, hogy dance punk. Az biztos. Punk zenét játszanak elektronikus hangszerekkel. De ez nem ő. Nem ő, hanem felkért egy fiatal embert, akinek az a neve, hogy Alex Ebert, aki az I'm a Robot dance punk zenekarnak az énekese, hogy ő énekelje el ezt a dalt, For a Better Day. Ettől van ilyen nagyon furcsa, ilyen punkos hangulata. Alex Ebert. Igen. Oh, hát is senkinek se kell bemutatni a hölgyet. Mindjárt megvan. Hát most tettük. Ráadásul egy pasi. Azért mondom. Ja? Na. Bár a hangja néha megtévesztő. Jó van. Ja, és akkor szeretném hozzátenni, hogy nálam is folytatódik ez a játék, úgyhogy minden órában várom azokat a történeteket, hogy vajon hová fejlődhet még a következő 25 évben a mobiltelefonálás, vagy maguk az eszközök, és akkor cserébe én is adok minden órában egy ilyen klassz amit ti is kiosztottak. Klassz eszközt? Egy ilyen okos telefont, egy ilyen nagyon-nagyon menőt, nagyon szuper. 555-55-00, ezen a számon is tudjátok hívni Csavit, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.